uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello Feri! Hello mindenkinek! Gyerekek, egy újabb hétfő. Hello, jó Isten! Ez nincs. Az. Nincs erőd? Nincs kegyelem. Tessék? Ja, nem, erőm nem tudom. Nem tudom, mennyi erő van. Sokat nem sikerült hétvégén gyűjteni. Ja, mi újság van? Tegnap este megnéztem a birkózó világbajnokság van a Deák Bárdost. Indult még? Igen, még. Hát igen? Ő ugye 20 éve csinálja a dolgot. Azért kérdezem, igen. Figyeljetek, nagyon jó volt, nem tudom, ki látta ki, nem csak azt szeretném elmesélni, hogy mi ismerjük ezt a fiút, személyesen volt benne nálunk. Egy nettó 130 kiló szintiszta izom, bár azt hiszem most azt megszüntették, tehát csak 120 kiló szintiszta izom. Egy marha nagy darab srác, aki ugye a bronzéremért küzdött, sajnos nem sikerült a dolog, és hát ez gyakorlatilag a pályájának a zárása volt a magyarországi, még nem tudja pontosan mi lesz, és utána oda ment hozzá a riporter srác, és beszélgettek egyet, csak hogy micsoda, tehát hogy nem is érted, hogy ez a fiú hogy lett birkózó, ott állt, és így sírt. De nem azért, mert elvesztette, hanem hogy és képzeljétek el, kijöttek a magyarok, és nekem szurkoltak. Hát szívike! Érted? Hát azért vagy. És annyira tündér volt, cuki volt. Nem lehet, hogy a női hormon szedett. Nem tudom, hogy kintőt vagy. Annyira aranyos volt a csávó, hogy tényleg ilyen igazi sportolói nagyság egyrészt, hogy az mondjuk az olimpia ugye sose sikerült neki, de gyönyörű eredményei vannak, tehát ez tagadhatatlan, és hogy ott állt egy 120 kilós, olyan izmos csávó, hogy így nem mersz ránézni se, és pityerget, hogy és akkor most kijöttek, és nekem szurkoltak. Mi milyen eredménye zárt végül? Negyedik lett? A bronz az már nem sikerült neki. Aha. Valami szintén erős fiatal emberrel került össze ebben a dologban, és hogy hogy sportolóként, és ráadásul ilyen sportákban, ilyen kis szívvel ott állni, hát egy cuki volt, én is majdnem megkönnyeztem. Gyere ide, te kis maci. Ennek ki azért sokszor nem jött ki a lépés. Nem. Elég inkább nem jött ki, mint kijött. De azért egy 20 évig ő ott volt. Ó, persze. Igen, meg ha ma Magyarországon így bedobott, hogy birkózás, mondja egy nevet, akkor az övébe ugrik. Nagyjából még annak hát is, ha, aki... ha nehéz súlyról van szó, akkor biztos. Akkor még már nincs másik. Akadnak még súlycsoportok, ahol azért vannak nagyon komoly eredmények, de ő is egyébként a legnagyobbak közé tartozik. Ja, csak mondom, ezt így megosztom veletek, mert olyan édes volt cuki, hogy 20 évet lehúzott, és akkor Magyarországon már valószínűleg nem lesz ilyen nagy verseny. Abba is hagyja? Hát most azt mondta, hogy még nem tudja, de nagyon valószínű, hogy igen. És ott állt, és így cukin sírdogált ez a nagy darab. Te jó arc. Jó volt. Jó fej. Jó tényleg. Nem volt az egyetlen egyébként, aki ilyen a hétvégén kijött a lépés, mert hogy a Mielis Norbi összehozta a harmadik világbajnoki futam győzelmét a világbajnokságban, és azért ez egy nagyon komoly rajtszél győzelem, ráadásul Suzukában. Igen, ugye a Honda pályája. Igen, a Hondánál, gyakorlatilag a Honda versenyében, hogyha úgy tetszik, ugye nem hivatalos, nem gyári Honda versenyzőként, ami azért mindenképpen egy nagy dolog, főleg, hogy a többi Hondás az ott sem volt a közelben sem, úgyhogy azért nagyon nagy dolog. Fölvitte magával az Engőt is. Az első pont az volt, hogy a időmérőn csinált egy olyan időt, ami azt hiszem egy századdal, vagy lehet, hogy egy másodperccel, de hogy pályacsúcs alatt van, és így néztek a hondások, hogy fél szíviket, mivel mész? Mi ez az autó? Vagy legalább azt mondják, hogy mit raktok bele? Kerozint? Összekevertek a két autót, és te kaptad meg a gyárit? Igen, mert hogy ezt a rendes Honda csapat nem tudta megcsinálni, és akkor utána az első futamot azt rajtcéllal megnyerte, a másodikon meg rögtön a kanyar után volt. Ütközött, nem? Vagy mi volt? Valami Müllerrel, azt hiszem, olvastam. Nem láttam, nem nagyon érdekel, csak olvastam, hogy... Én tegnap este mentem hazafelé, és ott hallgattam a híreket, és az Engő nyilatkozott, és azt mondta, hogy hát mikor ez kiderült, hogy ilyen jók vagyunk, akkor mondtam a Hondának, hogy csak én vegyem már a díjat. Ez nagyon aranyos volt. És ott is volt. És egyébként, és mondta a Honda teljes vezérkarakin volt, tehát a nagy gyárnak a vezérkar, és mondták, hogy hát azért hogy lehet, hogy fölmennénk mi, de jó, hát Engő úr, akkor menjen maga. Mert hogy ez nekik is egy ilyen örömünnep, hogy jön egy európai ember, egy európai csapattal, akik ugye nem gyári csapat, és mégis adnak ezt azt. És azt mondják, jó, és akkor menjen. Úgyhogy ő vette át a nagy díjat, a konstruktőri díjat, azt hiszem. Igen, de már eldőlt, hogy ki lesz a világ, ugye? Tehát azon már nem, azt hiszem már behozhatatlan előnye van. Igen, de hát ugye azért mégis csak a harmadik futamgyőzelem azért az nagy dolog. Igen, hát az mindenféle, főleg, hogy nem hát részben gyári csapat, vagy hát még nem igazán gyári csapatként, majdnem gyári csapatként, azért ez egy nagy... Ki tudja, mi hozza a jövő. Lehet, hogy összejön majd neki az a gyári csapattagság.
majd a jövőben. Azért ez egy jó kis érv lehet emellett ez a győzelem. Én azt várom, hogy a Norbinak a vállát megkopogtatja valaki, és azt mondja, hogy na, akkor gyere át hozzánk. Már hogy nem szurkolok neki. Karácsonyra. Hát egy is karácsonyra. Szentestére. De hozz is valamit nekem. Igen, hozz egy üvegbort is. Egyél halat. Szerintem minden szentestet már átérje a Norbi. Gyere át hozzánk. Az engő meg fogja tenni szerintem az első lépéseket a közös karácsonyozás. Hogy egy profi, egy igazán profi csapat, tehát aki, mert ugye az engőik profi természetesen a munkában, meg amit beletolnak, de egy mondjuk egy gyári csapat azt mondja, hogy itt van ez a fiú. Elvinnénk egy egyszer, hogy akkor most versenyezzen nálunk. Nem? Tehát nem. Benne van a pakliban, azért nagyon-nagyon jó megy a Norbi. Bizonyított már eleget. Ja. Igen. Majd látjuk. Igen. Igen, gyári, igen, hát írja valaki, hogy gyári a Honda. Persze a Honda gyári, csak nem kapja meg még ugyanazt, amit amit a másik Honda. Tehát, hogy ez persze gyári Honda, de mégsem közben, mert hogy az engői csinálják. Nem a gyári csapattagja. Tehát nem a gyári csapattagja, így van. És ők mindig egy picivel többet, jobbat előkapnak. Hogy nem, persze. Tehát gyári, de mégsem. Lejt arra a pálya azért egészen. Azért ez egészen pontosan így volt, igen. Mit jelent, hogy valaki saját számokkal játszik? Ez mi? Most ezt mondogatják, hogy elvitték ugye 3 milliárdot. Igen. Hogy saját számokkal játszott. Hát beigszelök 5 számot, vagy már kikérdezték, és azt mondták, hogy az a anyósa meg az apósa száma, hogy mi az, hogy valaki saját számokat játszott? Hát lehet, hogy az nem azt jelenti, hogy nem, hanem hogy azok a, tehát hogy ő egyedül játszott, tehát nem együtt adták le többen, vagy mit tudom én, tehát inkább valami ilyesmi lehet. Szerintem arra vonatkozik, hogy ez nem gépi, mert tudod, lehet olyat kérni, hogy oda mész, csak akkor, hogy egy van ilyen tetszőleges, de azt, hogy állapítják meg. Igen. Nem, ezt nem értem, ezt hallgatom. Mióta elvitte, hogy Kelet-Magyarország saját szám. Aha. Mi az, hogy saját szám? Lestopolt 5 számot, ami csak az övé? Hmm. Vagy már kikérdezték? Vagy már tudják, hogy ki ő? Hát ennyi idő alatt nem. Vagy hogy van ez? Még nem jelentkezik. Vagy van tényleg egy, hogy te gépi szelvényt kérsz, és akkor a gép neked kitölt 5 számot? Igen, hát, vagy olyan számok, amivel van, más ez. Nem játszik. Ja. 102, 108. Igen. Mínusz 3. Mínusz 16. Vagy, hát akkor ez lehet a saját szám. Én nem vagyok egy nagy lottós, hogy te tudsz előre kitöltött szelvényt kérni? És akkor, igen, ha nem van kérsz... olyan, hogy kifizeted a szelvényt, és a gép töltse ki neked. Ez tetszőlegesen ő 5 számot megtesz neked. Aha. És a saját szám meg az, hogy te beiszeled. Akkor valószínű ez. Egyébként kettesem lett volna, ha teszem, mert a 70-77-et azt én is meg szoktam tenni mindig. Az a durva, hogy a 17-21-70-77 azok a saját számaim. Ne. Tehát általában az esetek 90%-a, amikor én régen játszottam, amikor én ezeket a számokat tettem. Hát a 77-es az a te születésed. A 21-es nagyon szeretem, a 17-es szintén nagyon Jézus. Szeretem. Tehát én a 70-et szoktam megtenni, az vagyok én, a béka 77, az a tutibe, tehát az mindig rajta. Az kettes. Hát 4000 forintod lenne már. Na jó, de neked meg 4-esnél mennyi lenne? Egy millió valamennyi, 3 millió, sok 4-es volt. Nem egy egyszerű. A 83-as nem, vagy 86-os azt nem. Pont azon gondolkoztam, hogy mi lehet az összetevője. Én is ilyen születésnapokban, és akkor 83, hogy az gyerek, ha 70-es születésű, akkor az még nem lehet a 83, gondolom, akkor mondjuk ez 3 testvér. 70-77-83, ott még a 13 év belefér, és akkor mondjuk a szülők, vagy nagyszülők születési száma 17, meg a 20, mennyi volt? 17-21. 70-77, és a végét nem tudom. 80 valamennyi. De mondom. Az első 3-at tudom, mert az bejött. Meg is tetted? Aha, persze. Hármasod van. Tényleg? Aha, mennyi fizetett? Hát 20 alatt valamivel. Véletlenül 20 misina, nem rossz. Második hármasa. Hogy Isten, már csak 2 szám kellett volna hozzá. Hát igen. És fönn lenne most 17-21-70. Azok nekem is állandó számok már évek óta. Csak tök jó számok. Meg a 70, mert hogy ugye 70 május 17, igen. Hát igen, amikor megláttam, hogy egy picit megállt bennem az ütő. Már kezdtem költekezni. Mi volt, hogy nem emlékeztél a többére, és hazarohantál megnézni, hogy mit töltöttél? Nem, otthon voltam. És akkor mondtam Oni, hogy nézzük már meg. Mondom, nézzük meg. Majd nem szoktam egyébként, mert 5-7-es, és akkor mindig a lottozóban, amikor beviszem, és akkor úgy veszek meg beváltatom, ha esetleg maradt egy nyeremény, akkor szoktam. Aztán fel is nézem a számokat, mondom, 17-70, húha. Kettes már van. És akkor lett belőle egy 3-as. Jó az. Jó az azért. 3 milliárd, ugye? Aha, 3 milliárd valamennyi, igen. Meg az apró. Levezették, hogy évi 200 millió a kamat, körülbelül kamatot minden el után, tehát nem is csúsz hozzá, akkor a havi, mit tudom, 15. Úgyhogy még egyébként meg sem mozdultál. Még a 4-es is elég jó volt, azt hiszem, hogy az olyan 1,6 volt körülbelül. Ha tudja már a nyertes, akkor most vajon mit csinál?
ha tudja már, hogy ő nyer. Zárat cserélt, szerintem. Heveder zárat ragadt fel. Nagyobb kutyákat vásárol. Nagyobb, nagy kutyát vásárol, és nagyon fél. Most zavaros tekintettel fekszik az üres hüvelyek között. Valószínű. Egyébként szerintem inkább szorongás, mint boldogság. Szóval, 3 milliárd azaz. Azaz. Mert ugye nincs, nagyon kevés jó példa van az elmúlt évekből, hogy valaki ezt normálisan nem baj, szorongani akarok. Igen, egy kicsit, csak rövid időre. Adjál sokat mindenkinek, de úgy, hogy ne tudják, hogy te adod. Hát szerintem igen, hát ez az. Igen. Na most akkor hogy adsz? Hát mit, te leteszed borítékban a szomszéd ablaka alá egy tízenlet. Egy 40-60 milliót. Ja, használd egészséggel. Egy befőttes gumival összekötve. Igen. Hát, a szép lenn. Mert ha egyszer adsz, akkor rád járnak. És bármennyit adsz, akkor és kevés lesz, és sóher állat leszel. Ő a 3 milliárdos, nézd meg, csak 100 milliót adott a testvérének. Hát nem egy szemét, görény. Egy sóher, utolsó senki házi. Ki akarna ennek a testvére lenni? Én. 100 millióval. Na, te egyáltalán elvitte valaki, tudod, ez mindig olyan. Megmondta, itt volt nálunk az Áron, amíg nem voltál, megmondta, hogy nincs csalás. A rohadt szemét egyik számával sem nyertem egyébként. Nem, na, milyen Áron? Kovács. Mondjuk azt megértem, ha ő mondja, tehát szerintem, ha lenne, ő tudná. Ez tökéletesen, ja, ér, jó, hát ha, ja, hát ha az az Áron, a kutyafáját, hát azt hittem valamilyen kis, nem tudom milyen Áron, de hát ha Kovács Áron volt itt, aki levezetett 40 ezer lottos, ja, ha ő mondja, hát szent meggyőződésem, ha lenne csalás, őt, ha valaki, ugye? Ő tudná. Na látod. Hát mégiscsak ő a lottósó műsorvezetője. Énekel, táncol dalol. Hát látja, hogy hát, mi történik. Hát hülye vagyok, Istenem, hát milyen Áron. Hát persze, hogy hát hogyne, hát a szerencsejáték, ha egy valakinek mondja, hogy van egy csalás, az a Kovács Áron. Így van. Hát hiszen ő a lottólát műsorvezetője. Igen, mi hiteles forrásra hivatkozunk, csak és kizárólag. Talán még Harsány is sejt valami, de őt még nem avatták be, mert ő újabb arc, az Áron már régebbi arc. Meg olyan cserfes a Harsányi, benne nem bíznak annyira, de nem, a Kovács Áron tud mindent. Tehát ott, hogyha a csalás van, ő tudja. És hogyha ő tudja, és bejön hozzánk, akkor el is mesél. Ugye? Igen. Csak azt mondod, hogy nincs csalás. Nincs. Nincs. Hát nincs. Akkor jó. Pedig én még a mellette lévő számokat is megjátszottam annak, amit mondott. De az se jött be sajnos. Ja, az öt szám? Persze. Egyet se talált. Nem, egyet se egyébként. Jó, mondjuk azt tudod, hogy ez izé volt, az ilyen porhintés. Tehát ő tudta az ötöt, de nekünk másik ötöt mondott előtte. Meg kértük, hogy mondjon öt számot. Mert és akkor azt megtesszük. De nyilván ő tudta, hogy mi az öt nyerő, de másik ötöt mondott neked. De minek csinálja ezt a slágerlistát, még ha ő tudja? Mert nyerni nem nyer, ja, mert nem van a szerződésében. Ja. Ez csak egy álca, persze. Na mindegy, jó az a 3 milliárd azért. De olyan fáradt vagyok, megőrülök. Mit nem, csináltál? Nem tudom. Nem emlékszem. Mondjuk ebben lehet, hogy most teremtettek minket az összes emléket. Ne, nem akarom ezt. Ezt nem tudom, mit csináltam hétvégén, hiszen most lettem teremtve. Ebben a pillanatban. Ja, és most nem kaptál emlékeket. Hát azt emlékszel ránk egy picit, de igen, a megnapról nincs emlék. Semmiféle emléke. Jani, pörgess meg te akkor a kereket. Mi hát van? Figyeljetek, náluk a szombati lap az egy ilyen lábadozással telt, mert sikerült benyelnünk mindannyiunknak ezt a vírust, vagy nem tudom micsodát, ezt a taknyos, köhögős szörnyűséget. De elég gyorsan átszaladt rajtunk, lekopogom, úgyhogy elég jók vagyunk. Tegnap meg elmentünk egy kicsit az Orci Parkba ide kalandparkozni egyet, mert jó idő volt, még akkor legyünk már ott, gondoltuk, ne zárt helyen, és az jól is sikerült egyébként. Nagyon jó volt, kipróbáltam a majomfát, az ami marha jó dolog egyébként, mert hogy egy több mint 20 méter magas fa fel van ékszerezve így fogásokkal, mászó fogásokkal, de úgy, hogy nagyon kíméletesen nem a fába vannak ezek beletolva, hanem van egy ilyen heveder, és a hevederre akasztanak rá ilyen kis műanyag elemeket, és a műanyag elemek be vannak beleszerelve a fogások. Aha. És gyakorlatilag ki tudsz mászni, egy teljesen természetes anyag, hát élő fáról van szó, és hú, jó volt. És fölmentél végig? Hát egy párszor, igen. 20 méteres? Aha. Ezt a kutyafáját. Úgyhogy ez jó volt, frankó volt, meg nagyon baráti az ára is, úgyhogy vissza fogok járni, meg közel van ide. Úgyhogy a délután valamilyen okból kifolyólag például egy forgatás, későbbre kell oda mennem, és haza meg már nem tudok ugrani. Akkor csak ide. Megyünk veled, jó, ugye megyünk helyen. Mászni, főnök, megyünk. Ott, hát, ugye? Egy majomfa. Hát az mindenképpen. Nem most volt a futás, vagy ez nem? Nem, az most lesz majd hétvégén. Ja, most hétvégén lesz? Most hétvégén, vasárnap. Most emlékeztem úgy, hogy mostan ez az repülő. Fradi Újpest ott megvágta. Ennyi. Kevesen voltak a vágtán. Igen? Hát én azt láttam. Hát, figyelj, hétkor indultam el a Hung Expo-ról, mert az is akkor zárt, akkor volt vége a Fradi Újpest mesnek, meg a vágta, állt az egész város. Mondjuk a Fradi Újpeste volt 20 000 ember, azt nagyon okosan levitték a jegyárat,
a Vágtáról, nem tudom, ott nem voltam kint. Baja városa nyert egyébként. Gratulálunk. Innen is gratulálunk, lovas, lónak és lovasnak egyaránt, de azért volt ember a városban tegnap, legalábbis amire én jöttem. Azt a celeb Vágtát ki nyerte? Az öttusázó, a régi öttusázó. Ja, a Sárfalő? A szemű. Figyelj, nem tudom. A Hír tévés? Igen, ő. Az volt a fura, hogy rohadt nagy lóval indult. Hogy nem. Tehát, hogy nem, ő nyerte. Az összes szerintem ilyen arab telivérek voltak, hogy ilyen nagyon pici, ilyen nem is shetlandi póni, de hogy ilyen majdnem, a Stoll kapott egy lovat, ami hátrafele futott konkrétan, tehát így kettőt léptél, és utolérted a lovat. De nem futott vele előtte? Ez nem jött le neki? Már korábban, mert akkor hátrafelé kellett volna beállni. Én nem tudom, igen, hát igen, tolatva kellett volna, nem tudom, hogy ezeket kapják, vagy sorsolják, viszont... Öttusázó bajnokunk akkora lóval ment, hogy a ló kettőt lépett és átért a pályán. A többi meg, mint én Don Quixote-nak a kis emberké ott jött mellette, mint egy szamáron mentek volna. Tehát, hogy így, azt így pont láttam, mert voltam valahol, és azt így konkrétan nem is értettem. Ez meg volt bundázva, vagy nem? Hát... Szegény buci, sajnáltam, mert ő azért egy jó lovas, de hát ráült, mondom, egy ilyen szamára ráültették ott. Utolsó lett. Hát gondold el, hogy ment-e az aló. Aha. Istenem, de hogy nem indultam, az milyen kellemetlen lett volna. Mondom, az első, az ő lova, meg hát az valami brutál nagy darab. Kapott egy ilyen genetikailag módosított, ilyen irgalmatlan. Tehát három lépésre legyűlt a pályát. Igen, körbeért, és hát a többi, mondom, az meg ott úgy kaparászott utána. Én nem tudom, milyen lovak voltak. Nincs valami szabályzás, hogy csak egyféle lóval tudsz menni. Azt hiszem, a teljes telivéreket kivették, vagy legalábbis az angol telivéreket, de lehet, hogy ezeket az arab kisebbeket, ezeket így bent hagyták, nem tudom. Úgy emlékszem, hogy tavaly előtt, vagy mikor volt egy ilyen, hogy igen, a telivérek ki, mert az nagyon megy, vagy nem tudom mi. Igen, picit zabosak ők, igen. Igen, nyugodtabb is volt a rajt, amit láttam, de minden esetre fura volt. A Vágtár nézőcsúcs volt, azt mondják. Na, azt a mindenit. Én lehet, olyan képeket láttam, a leső volt, mert én azt hittem, hogy tömeg középen mindig ilyen baromi sokan állnak. Tudod, hogy nem lehetett ott már semmit sem. Most középen nem volt senki. Lehet, régen nem úgy volt, hogy közép... Át lehetett menni egy ilyen hídon, és akkor bementél a pálya közepén. De hogy ott rengeteg ember volt. Na, most alig voltak, csak a lelátók mellett így a körnek a külső évén. De belül szinte senki. Ki írta a nézőcsúcsot, a nemzet? Igen, kérdés, igen, hogy ki írta, igen. MNO.hu, vagy ki mondja a nézőcsúcsot, nem tudom, én azt láttam, de ettől függetlenül lehet, hogy sokan voltak. Még biztos hallgalmas lehet ott a hangzavar föl, amikor elkezdett buci lovaijázni, nem? Hát figyelj, szerintem az a ló már nem él. Tehát látva, hogy futott, azt szerintem az bement. Nem, hát ő a gyilkos szamarakkal együtt már valószínűleg a Noéban van. Igen. Hát vagy bevitték az Istvának irányra, és ő lett a fehér ló, amit tényleg. A buci. Nem, azt a szamarat nem megbüntették szegény, aztán levágták, mert azt a ilyen gyatra teljesítmény után már nem lehet mit csinálni. Na jó, van, mi lett a múlt hét végeredményem? 3-2-re nyertünk. Igen? Igen. Ja, pénteken. Ó, hát ami drága Pistaván. Ó, tényleg Pistaván. Most? Nem. Pistaván, ugye Pistaván, hát igen, érdekes volt. Sok emberrel beszéltem, ők azt mondták, hogy szerintük igazi volt. De érdekes, hogy több olyan ember mondta, hogy igazi volt, mint aki azt mondta, hogy szerintem kamu volt. Neked inkább azt mondták, hogy kamu? Nekem a kamu jött sok embertől, hogy lehetett hallani. De így megbicsöklik a hangja. Hogy kamu? Aha, hogy kamu. Kamuzott Pistabát, csak 80, mennyinek? 84, 6-nak, 86 évesnek adta ki magát. Vasmegyei tájszólással, szerinte Vasmegyei tájszólással. Ami nem az volt, igen. Igen. Na mindegy, de hogy ő játszott, és ő ezt elbukta. Ugye így lett akkor 3-2. Oké, lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, hírek után jövünk vissza fél 6-7, fél 7 múlt 2 perccel. Ez itt a Morning Show. 7 óra lesz pontosan, 8 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek. Egy nyert hét után vagyunk, ugye? Mármint ami a játékot illeti. De hát hol van az már? Egy újabb hét kezdődik, már is itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel!
Jó reggelt kívánok, mindig megijedek ettől a nevetéstől. Van is mitől? Ez is a célunk. Ezért csináljuk. Bizonyám, bizonyám. Mi újság, honnan hívsz minket? Hello. Budapestről. Budapestről Gábor. Telefonálok. Igen. És mit csinálsz most még így korra reggel? Nekem már egy órája megyem eló. Tényleg? Mit? Mind? Hatkor területi képviselő vagyok. Jókorán mentek területre. Tehát nem szoktad. Hát hattól indulom el. De mit csinálsz? Melyik részlegen már, hogy úgy értem, hogy milyen típus? Dohányipari termékek. Hát ott most nagy a baj. Köszi. Megnyugtattál? Nem, hát ahogy olvassa az ember az adatokat, hogy brutális fekete kereskedelem, és hát mi? Sajnos így van. Előretörés, igen. Ennek nem örülök. Hát ez neked se jó. Nem, mit vagy nem. Viszitek az árut a trafikokba, a trafikosokat tárgyaltok? Így van. Uh-huh. Akkor ti nagy információ birtokosai vagytok, mert tudjátok, hogy melyik trafik megy jól, melyik kevésbé, nem? Hát, próbálnak lottöltössel lekenyerezni, tudod. Hát igen, most komoly információ birtokosai vagytok. Hiszen ha egy trafikosnak például nem megy, de megkérdez benneteket, hogy mondj egy helyet, ahol viszont megy, kerületen belül, akkor ő oda át tud költözni, mert ti tudjátok, hogy hol sok a rendelés, nem? Hát de természetesen ilyet mi nem mondunk. Jaj, de rendes vagy. Persze, hát én ezt megértem. Nem is szabad ilyenekről beszélni, üzleti titkokat kifecsegni, igen. Oké. Na Gábor, kivel? Megtéloznál a céged, mondtad, hogy fáradt vagy. Mondom, hát ha így van esély. Rámentél a gyenge vadra, mi? A sebzett őzre. Hát ha így van esély. A megtépett antilopra, aki már elhagyta a csordát, és csak hátul ballag. Jó. Na játszunk, persze, nincs ezzel baj. Oké, okay, Jani. 3, 2, 1, fejő! Na. Melyik kerületeket töltöd, vagy hova vagy beosztva, Gábor? Budapest külvárosi része. Ott jól mennek, vagy ott inkább bezárnak? Perem kerület. Megyegetnek. Megyegetnek, de kiszámíthatatlan. Uh-huh. Gondolom erről a fekete kereskedelemről ti is hallottatok, ugye, hogy ez mennyire előre tört? Hallottunk, sajnos kiküszöbölése mint a lehetetlen ennek. Ja, a fekete kereskedelem az tiltott szó? A rohadt, tessék? Hát most semmi, nem, megálltunk, Feri megállított az órát joggal, mert hogy fekete kereskedelem, azt mondtam. De igen, hát ez sajnos tiltott szó, szóval most nem menjünk abba bele, hogy fekete milyen, fekete jelen, mit jelent, de hát az, még ha egybe is van, megfogadtuk. Egybeírják. Hát igen, de akkor meg... De akkor meg nem. Nem. Ezt ne kezdjük el újra, ezt a vitát. Adjuk meg. Igen. Tehát egyszer arra jutottunk, hogy hogy nincs az, hogy várjál, nem igen. Gábor, tanácskozunk. Hogy nincs az, hogy nem igen, bár ugye egybe írjuk, de az meg akkor is kimondott szó. Nem, adjuk meg. Ez úgy korrekt. Jó, van egy ajándékcsomagod, Gábor. Köszönöm. Igen, mert a múltkor meg játszottam egyet, hogy nem igen, igen, igen csak, ugye, nem csak, és akkor megnéztem olyan szavakat, amiket egybeírnak, és óriási felháborodást ebből, hogy nem áll, mert akkor a játék elveszti az értelmét. Ha most megint belemegyünk ebbe, hogy mi az, akkor én holnap elmondom az igencsakot, meg a igen. Nem igent, meg a... És akkor... Akkor játsszuk újra. Ha így nézel rám, Jani, akkor játsszuk újra. De mi az ellenér? Hát, én pont úgy emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy ha helyesírás szerint ez egybe van írva, akkor ott az kimondható, hogy ilyen alapon azt sem mondjuk, hogy Székesfehérvár. Na de pont ezért volt az, amit a Balázs mondott, hogy ő akkor a nem igennel igen, csak a simán el van egy-két órát. Nem, az nem volt, hogy az... Nem, ugye, látod, hogy most megosztottál minket? Ajjajjaj. Én a magunk egyszerűsítése véget adnám meg. Megmondom miért. Holnap betelefonál egy játékos, kinézi az internetről azt a 45 szót, amit egybeírnak, darabonként kell majd mindegyiket leellenőriznünk, hogy hívják, hogy írják, jól mondta, külön írja, érted? Tehát, hogy ez így azért nehéz. Azért nehéz. Igen, hát ez... Mi a döntés? Szerintem adjuk oda neked, mert a fekete kereskedelem ugyan egyben írják, és akkor innentől kezdve nem a fekete szín kimondása, viszont nehéz lesz ezt holnaptól kontrollálni, ha most ezt átengedjük. Hm? Jani? Jó? Kettő az egyben, akkor? De nem? Adjuk. De? Szerintem se játszatok újra. De már nem akarok újra játszani, nem? Ezt meg kell adni. Meg kell adni, mert holnap erre kihegyezik majd a játékosok. Gábor, megvan az ajándékcsomagod, jó? Jó, köszönöm. Ugyan nem azt a tiltott szót mondtam ki, de mégis ebben maradtunk mi már egy pár hónappal ezelőtt. Fair játék, oké. Jó, van egy ajándékcsomagod és 1-0, de hát nem örülünk, de hát ez van. Köszönöm, fiú. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Szia. Igen, mert akkor a fekete gazdaság, nem? Tehát most, na mindegy.
Jó, hát legyünk nagyon alulak. Cseréljük le a játékot. Igen, de találjunk más, találjunk olyanokat, amiket csak önmagában írnak, és már nem írnak le kapcsolatot. Ne, hívjuk vissza, és vegyük vissza. Mondjuk meg. Hogy mégse. Na jó, csak akkor mi van holnap, ha valaki betelefonál, és elmondja a 45 szót, amit nem lehet mondani? És nem azt mondja, hogy fekete gazdaság, mert akkor azt egyértelműen nem adjuk be, hanem belemegy az igen, csak a nem igen, a nem csak, a tudod, ezekbe. Ha? Akkor egyenként nézzük majd meg, hogy melyiket hogy írják? Hát ilyen alapon meg előre felkészülhet a játékból, és felírhatja magának, mit tudom én, 10-15 kérdést, és a mi válaszainkra gyakorlatilag nem is reagálva végig tolhatja azt a 15 kérdést, és gyakorlatilag úgy, hogy nincsen egy értelmes beszélgetés. De hát azt megóvjuk azért egy pillanat alatt, hogy bízhat azért bennünk, hogy az ilyen értelmetlen beszélgetést azt mindig szoktuk jelezni, hogy arra is nem mondták is semmit, csak nem volt értelme az egy percnek, amit csináltunk. Mindegy. Na, adjuk meg, gyerekek, nem baj, behozzuk. Holnap majd kivégzünk valamit. Persze. Jó, meg kell fárasztani magunkat azzal, hogy mindennek utána nézzük a helyes írásának. Igen, egyszerűbb ez így. Meg szerintem is volt egy ilyen deal, hogy ebben nem megyünk bele. Inkább megadjuk. Rosszul, akkor engem végzünk ki. Úgyis megírják. Majd. Egy perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza. 7 óra múlt pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy autó, ami szembe megy a forgalommal, számomra ez a közlekedés egyik legnagyobb rejtélye, hogy ez hogy? Hogy ez tényleg hogy? És most jelen pillanatban az M5-ösön Kecskemét mellett Budapest felé éppen ott tart már egy fehér BMW. Már volt az előbb róla egy hír, hogy Szeged felé halad a pesti oldalom. Jézusom. Most valaki azt mondja, az M5-ösön Kecskemét mellett Budapest felé. De lehet, hogy megfordul. Lehet, hogy megfordul. És akkor ugyanúgy a rossz oldalra fordul meg, ha a rossz oldalon mész, ugye megfordulsz, hogy jó, biztos rossz felé megyek, visszafordulsz, és megint szemben mész a forgalommal. És megint szemben, mert valószínű ez van. Ugye, mert hogy az van, hogy 5 perce volt a 76-os kilométernél az M5-ösön forgalommal szembe fehér autó, Szeged felé a pesti oldalon, most pedig Kecskemét mellett Budapest felé. Aha, akkor ez történt. Akkor ez történt. Itthon hagyott valamit, visszajön érte, gondolta. A szendvicsek. Hogy amikor fölhajtasz az autópályára, van ilyen tenyér. Hogy állj meg, hogy azt gondolt, hogy az integet ne, neki. Visszaintegetett. Igen, ez köszönő tenyér. Jó utat. Igen. Az a jó utat kívánunk táblam. Megkaptuk a fekete-fehér, igen, nem meglehetősen jól leírt szabályrendszerét. A hivatalos játékszabály szerint az összetett szavakban önálló tagrészként nem szerepelhetnek a tiltott szavak. A fehér nemű nem tiltott szó, mert abban sem a fehér, sem a nem nem önálló tagrész. Ugyanígy a Székesfehérvár, de már nem igaz a fekete kereskedelemre. A fekete kereskedelemre, igen. Mert hogy azt ugye mondjuk külön írják. Nekem ebben nincs ennyi. Nem mondja senki. Nem mondja senki azt, amit köszönjük, nem szabad. Köszönjük, tanár úr. Igen. Köszönjük szépen. Hogy az önálló tagrészeket. De nem, nincs ebben. Hát vagy az van, hogy délután leülünk egy ilyen külön órára tagrészileg. Vagy új szabályrendszert dolgozunk igen. Ki. Igen. Én inkább a pénzfeldobást támogatom. Hogy nyert vagy nem. Mi kezdjük úgy a fekete-fehéret, hogy egy érmét megpörgetünk. Ha jót találtál, akkor nyert. Hogy van az, hogy soha nem jelentkezik a lottó nyertes? Mondjátok meg nekem. Tehát ez miért van? Már hogy értenem? Hát jelentkezik. Csak nem úgy, hogy nem jelentkezik, hanem vállalja. Hogy egyszer nem tudjuk, hogy ki ő. Hát nem akar kölcsön adni. Nem akarja, hogy megtalálják. De az ő környezete úgyis megtudja. De milyen szervezet nem találhatja meg? Mi, ahogy jótékony szervezetek? Nem, persze, tehát egy csomó. Hát egyébként. Mert a NAV megtalálhatja, hogy ez egy adózott, ugye, leadózott már. Már adózott ez egy nettó jövedelem, 3 milliárd forint. De hogy én annyira megnyugodnék, meg annyira jót tenne szerintem az embereknek, hogy amikor ilyen nagy pénzt viszel, akkor legalább 3 évente egyszer valaki azt mondja, hogy én voltam. Kelet-Magyarországon valaki megnyerte. És én nem azt feltételezem, hogy a szerencsejáték RT az, ebben van valami kamu. Szerintem nincs, nem lehet egy ilyen horderő játékot, nem lehet, ez egyszer kiderül, akkor onnantól kezdve vége a hitelességüknek, és nagyon sok pénztől esnek el. Tehát én nem ezt gondolom. Csak azt gondolom, hogy amikor 3 milliárd forintot odaadnak valakinek, és az egész ország játszik, vagy hogy van az, hogy Amerikában, Olaszországban mindig odáll a boltok nyertes, mosolyog, itt vagyok, én vagyok, ott ugyanúgy van maffia, ott ugyanúgy ott vannak az oroszok, az albánok, az ukránok, ott van az amerikai maffia, az angol, a francia, és hogy ott megmutatják, és átadják egy nagy táblán, örül a tulajdonos, ott van a családjával, és tudjuk, hogy milliárdos lesz. Vagy milliárdos lett. Egyszer jelentkezik, de utána eltűnik.
De hogy utána már havonta kellene jelentkeznie. Értem. Magyarországon volt olyan valaha, született könyv nagyot bukott lottónyertesekről, 6-ot írok ilyet évvégére, 6-ot. Elég csináltam, négyet. Csináltam a nagy lottó nyertesekkel interjút, és mekkora nyeremény, mekkora bukás. Találok 8 embert, olyan fiktív interjút csinálok, hogy megőrültök. Lottozni akartok, életetek végéig, ha elolvassátok. De tényleg. Amerikában ott van, Olaszországban ott, itt nincs senki. Kelet-Magyarország, azt a mindenit, kelet. Hú, de titokzatos, kelet. Értitek, hogy mit akarok? Hogy volt olyan az elmúlt 30 év, hogy valaki ideált, kiállt, és azt mondta, hogy én vagyok lottó nyertes. Kezdi csókolom, igen, köszönöm szépen, 2 milliárd 600 millió forintot nyertem. Csókolom. Volt ilyen valaha? Nem. Vagy mindig csak valaki valahogy akkor, amikor már nagyon nagy a nyeremény, megnyeri, és aztán 80 millióról indul a nyeremény alap. Nem fura? Hát most az lesz, hogy mindjárt kiderül a település, ezen a héten már azt tudni fogjuk, mert ez mindig az szokott lenni. Hogy hol adták fel? Igen, Kelet-Magyarország, és utána azt fogják mondani, hogy Debrecen egyik kis lottózójában. Igen. Hát de hát ez... De ennél bejjebb nem fogunk. De az sem biztos, hogy debreceni. Lehet, hogy Debrecen környéki. Vagy átutazóban. Pontosan. Hú, a lottó nem adtam föl, basszus, és mindjárt Kecskeméten vagyok. Tehát azt fogod megtudni, hogy hol adták fel, de ennél többet nem. Nem merik vállalni. Hát te most vállalnád, hogy itt van 3 milliárdot nyertem, apám. Jó napot kívánok, szeretek jelentkezni az Üvegzseb programra. Én vagyok az. De akkor miért vállalják külföldön? Nem tudom. Tehát ott miért állnak ki a nyilvánosság elé? Mert az olasz maffia nem bántja a lottó nyerteseket. Nem tudom. Félünk. Igen? Aha, mi magyarok félünk. Félünk a rokonoktól, félünk az ismerősöktől, félünk, hogy mindenki jönni fog kölcsönkérni. Hm. Na, Janikám, már most neked, hát tudod, hát emlékszem, hát a három millió. Nem megyünk ki, vagy csak a kutyát. Engedjük vagy egyik. Ugye ez az oka ennek? Szerintem igen. Uh-huh. Hogy nem hagynak békén. De a legtöbben például el is költöznek. Hát, ami lehet, hogy a kamu interjúkból, de ez derül ki, hogy az adott településen, ha megnyerte, még ha jól is tudja kezelni, akkor is arrébb költözik. Vagy megveszi a települést, és elköltöztet mindenki. És egyedül él. Kíváncsi lennék, hogy hol lesz majd a nyertes, ha van valóban nyertes. De tételezzük föl, hogy van. Mondjuk 3 év múlva. Mondjuk 5 év múlva. Ugye ennek mindig nagyon érdekes a pszichológiája, mert pénzügyileg analfabéta emberek nyernek egy csomó pénzt. És a pszichológiája az, hogy ezek a pénzügyileg analfabéta emberek egyébként évek alatt szépen el is bukják az egészet. De hogy lehet mondjuk 2 milliárd 600 milliót 3 év alatt elbukni? Hogy? Hát hogy? Mit kell ahhoz csinálni? Ha csak nem arról van szó, hogy bemész egy szentendrei régi, még kaszinó volt, nem gépi, asztalos kaszinó, és azt mondja, hogy hát legyen már 6 milliárd jóska, legyen már a partra. Hát nézd, most 4 pirosat kipörgetek, csak fekete lesz, gyere már, csinálj már. És elveszted. El tudnál te veszteni 3 milliárd forintot? 2 milliárdot egy év alatt? Mert ugye az lottózik, akinek nincs pénze. Akinek nincs pénze, nem ért a befektetésekhez és a pénzhez. De nem kell csinálnod semmit, csak a bankszámlán hagyod. Hát az ilyen és a kamatokat feléled. Könnyű meghűíteni. Jön egy befektetési broker. Jönnek sokan, akik nagyon-nagyon jó ajánlatot. De hogy jön befektetési broker, ha nem tudja, hogy én vagyok a nyertes? Előbb-utóbb az kiderül. Tehát kiderül, be fogják tudni azonosítani. Kínjába vesz egy-két drágább autót, vagy mondjuk egy nagyobb házat, és ugye tudják róla, hogy korábban nem ezzel foglalkozott, vagy nem volt neki semmi gyakorlatilag. Megtalálják, és adnak neki majd egy-két okos tanácsot. Tehát 2 milliárdnál... Ne, csak a bankba álljon. Be kell fektetni, meg kell forgatni. Igen, 2 milliárd nem mondjuk veszel magadnak, mert hülye vagy, 2 Lamborghinit, egy Veyront, 3 Ferrarit. De még mindig ott, mindig elköltöttél, mondjuk... Ezeket nem ismeri. Mondjuk, de igen, Bugatti Veyron, de mondjuk a Bugatti Veyron az 300 millió, elköltöttél 500 milliót. Igen, még mindig van másfél milliárd. Hát, vagy még ha most elvitted a 3-at valakit, még mindig van 2,5 milliárd forint. És mindig azt hallom, hogy a lottó nyertesek 3 éven belül a seggére vernek az összes pénzt. Hát és ráadásul, hogyha a Veyront mondjuk féláron eladod, akkor is azért még mindig jó vagy. Tehát, hogy elég sokáig kell költekezni. Mindig valami a gyengébb autót venni, mire az lefeleződik annyira, hogy nem marad belőle semmi. Mm. Nem az van, hogy Amerikában vagy külföldön, itt írja egy hallgató, kötelező nyilvánosságra hozni? Tehát lehet, hogy benne van a játékszabályban az, hogy ha te játszol, akkor neked arccal, névvel, lakcíme lehetőleg nem, de vállalnod kell, mint egy megőrizve az ottani lebonyolító részvénytársaság imidzsét, neked vállalnod kell, hogy te nyertél, aha, hiszen ettől lesz az egész, ugye, hát úgy hivatalos, hogy bizalmat ébreszt az emberekben. Bizalom van, mert nem lottózának ennyien, ha nem lenne, nem? Tehát ezen nincs baj.
Csak én egyszer már olyan szívesen megnéznék egy. És nem is azért, hogy ki nyerte, hanem hogy lássam, hogy milyen fejet vág. Hogy néz ki egy ember, aki nyert 3 milliárd forintot? Milyen arcot vág? Be van tépve, röhög? Azt se tudja, hol van, zavarodott? Fél, már paranoiás, és mindig körbenéz az interjú alatt. Azt szeretnénk megkezdeni. Jaj! Uram, nyert 3, menjenek innen. Nincs semmi lát. A fókuszból vagyok. De uram, csak azt akarjuk mondani, hogy 3 milliárd forintot nyert. Nem érdekel, ha nem mennek el, lövök. Érted? Hát, hogy így egyszerűen jó lenne látni, hogy de jó neki, tudod, de jó, ő megnyerte az, amire az egész ország vágyott. És ő ott van. Nem tudom, hogy ki merné vállalni. Amerikában más a módszer, ugye, mert ott a pénzt is úgy adják meg, hogy vagy azt választod, hogy az egészet megkapod, de azt részletekben. Igen. Vagy pedig, hogyha nagy pénzt akarsz, akkor nem kapod meg az egészet, hanem a felénél valamivel többet. Azt egy összegben odaadják, tehát kevesebbet is kapsz. És általában azt szokták választani, hogy így a részletezést. Mert az nagyon nagy pénz havonta, de nem annyi, amiből érdemes kölcsön kérni. Tehát, hogy és akkor fölbontják nekik is részletlen? És akkor fölbontják, hogy azt mondják, hogy 20 éven keresztül te kapsz havi apanást, ami rengeteg pénz, tehát nagyon szépen tudsz belőle élni, de nem annyira nagy, hogy azt mondják rá, hogy figyelj, nem tudsz adni kölcsön 1 millió dollárt, hát nem tudok adni 1 millió dollárt, mert nincs. Hát nem tudom, hogy mennyire örülnének itt neki, nem? És ön nyert 3 milliárd forintot 40 évre lebont. De 65 éves. Hallod, de ne haragudjunk már. Mi lesz velük? Vajon azonnal elköltöd egy jó részét fejben? Azonnal? Én már úgy is elköltöttem, már... hogy nem én nyertem. De hogyha tudod, hogy egy héten belül megérkezik 3 milliárd forint a bankszámládra, akkor azonnal? Vagy megpróbálsz olyan életet élni, mint tegnap, meg tegnap előtt, de közben nem tudsz már, mert tudod, hogy milliárdos vagy. Milliárdos. Érted? Nem. Vagy fölkelsz reggel, és elindulsz vásárolni? Nem szerintem, hogy átlagember számára nincsenek ilyen egyértelmű dolgok, amikre ilyen irgalmatlan sok pénzt el tudnak költeni. Tehát, hogy most mi vesz a 300 hektár szántót, vagy mit vesz, tudod, de hogy vesz, mi értelme van? Nem tudom, hogy a kombájn is mennyi, az is mit 65 tudom millió 65 millió forint. És akkor még tudsz még venni egy pár kombájnt, Feri. Jó, de ahhoz, még egy kombájn, még 5 kombájn. Ahhoz az még 12 ért el a feltét rá. Igen, mi van egy olyan nyeri, akinek egyáltalán nem fontos. És nem nyúl hozzá. Illetve van olyan ember, akinek egyáltalán nem fontos, és nem nyúl hozzá? Tehát megnyeri ezt egy olyan ember, aki nem érdekli a pénz, kis családja van. De nem, ha nem érdekli a pénz, nem adna föl lottót. Várjál, tehát ez innen indul. Aha. Ugye? Tehát nem nyerhet olyan, mert azért akarsz nyerni, mert valamit meg akarsz venni. A létbiztonság lehet, hogy az elég. Na most tehát, a vértesi remete, aki fönnél egy fakunyhóban, azt szerintem pontoljuk rá, hogy mennyi a lottónak a nyereménye, nem? Uh-huh. Tehát ő neki nem. De az biztos kézi szelvény, tuti. És gondold el, egy jól működő, harmonikus családban egyszer csak megérkezik ennyi pénz. Ott van a férj, ott van a feleség. A feleség azt látja, hogy a pasi elkezd megőrülni. 2 hét, 3 hét, 1 hónap alatt darabokra hullhat az egész. Uh-huh. Tehát megnyertél valamit, amit kívántál, és onnantól kezdve az egész életed tulajdonképpen úgy hullik darabokra, hogy közben egy csomó pénzt nyertél, ha nem tudod jól kezelni, vagy nem vagy elég intelligens, hogy jól kezeld. Ne megbolondulsz. Anyu azt mondja a családban, hogy maradjon minden ugyanúgy, én bejárok az óviba dolgozni. Igen, hogy próbáljuk megőrizni a normális életünket. Igen. Rá, tudod, mikor fog többet dolgozni, itt van 3 milliárd, kész. Megvan, hogy kezdjünk el utazni, hogy apu megőrül, anyu maradna. Vagy a gyerekek, mondjuk, kamaszok. És azt mondja, anyu, nyertünk 3 milliárdot, vegyél már nekem egy lakást, vegyél már egy kocsit, de még nem akarod venni, még nem akarod. A gyerek ellened fog. Érted? Tehát, hogy mennyi olyan vonzata van egy ilyennek, amiről mindenki csak álmodik, hogy de jó lenne 3 milliárd. Van 2 kamasz gyereket, 20 évesek. És neveled őket, nem tudsz nekik venni, de megbolondulnak ők is. Az egyik Pestre akar költözni, a másik akar egy amerikai házat, vagy el akar menni Olaszországba. Ha nem veszed meg, ellened fordulnak, és azt mondják, hogy sóher vagy, brutális veszekedés. Ha megveszed, akkor adsz egy olyat a gyerek kezébe, amire még nincs felkészülve. Nem? És egy 4 tagú, normálisan működő hétköznapi család tulajdonképpen darabokra esik. Tehát áldás vagy átok? Először mindenki azt mondja, hogy áldás. Én megnézném az esetek 80%-át, hogy 3 év után az az áldás, amit kaptak, egyébként hova vezetett? Ez a gyerekkorban érdekes, mert tényleg, hogyha tudja a gyerek, hogy mennyi lóvétok van egyébként, akkor azt hogy motiválod? Hogy mondod neki, hogy tanuljon? Hogy mondod neki azt, hogy dolgozzon? Hogy mondod azt neki, hogy bármivel is foglalkozzon, hiszen igen, mindent ki tudsz neki fizetni? Tök jó, amit mondasz. Tehát látod, hogy motivált, de abban a pillanatban, hogy a gyerek megtudja. És azt mondja, apa, nem megyek-e dolgozni, minek? Milliárdosok vagyunk.
De menj el, legyen egy szakma. De nem megy el. Minek szenvedjek még iskolapadban még 4, 8, 10, akárhány évet, amikor a vége úgy is az, hogy majd adsz nekem x 100 millió forintot, és elleszek belőle életem végéig. Csinálni kéne egy olyan kísérletet, hogy magyar családoknak azt mondjuk, hogy mindenkinek van 1 milliárd forintja. És vezessék le életszerűen azt. Vezessék le életszerűen azt, hogy körülbelül egy hét múlva hol tartanak. Tehát mindenki nagyon élje bele magát a helyzetbe, mindenki próbálja meg nagyon hitelesen elgondolni azt, hogy ő mit csinálna, és nézzük meg, hogy egy hét alatt a családok hova jutnak. Összevesznek? Kibékülnek? Összehozza őket a család? Négy felé mennének az egy milliárdból egyébként, és egy hét után olyan veszekedések lennének, hogy darabjaira hullik a család, érted? Egy ilyen érdekes pszichológiai kísérlet, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk nyersz egy milliárdot? Tessék, menj haza, kezdj el beszélgetni a feleséged arra, hogy van egy milliárdunk. 2 órán belül az esetek többségében szerintem összeveszés lenne. Nem, az esetek többségében már nem oda mennél haza. Milyen feleség? Ugye, hogy így, hogy szerintem nagyon izgalmas ennek a lélektana. Szerintem azon kívül, hogy de jó, vennék egy hajót, egy repülőt, de jó lenne, megoldódna minden gondom, nem mennék be többet dolgozni. Oké, ezek az elsődleges, mindenki által elhasznált gondolatok, ami van akkor, hogy te lottó milliárdos vagy. De a hétköznapok, a félelem, a szorongás, a család, a gyerekek, az egész, ami ezzel jön, nulla hétköznapi kicsi életből egy kis léptékű, de el kell kezdened milliárdos életet élni. És ha nem kezdesz el és nem nyúlsz hozzá, a fejedben akkor is ott van, hogy milliárdjaid vannak. Hát, nem? Hatalmad lesz. Amiről te beszélsz, az szerintem az tényleg annál az embernél jelent veszélyt, aki mondjuk egy ilyen fejletlen személyiséggel rendelkezik. Viszont a fejlettebb személyiségű embernél, aki tudja kezelni ezt a dolgot, ez egy akkora áldás lehet, és nem azért, mert megveszi a Veyron, meg vesz magának egy jaktot, meg bármi más csinál, hanem mert olyan létbiztonságot jelent számára onnantól kezdve a pénz, hogy például, hogyha ő mondjuk bejár havonta ugyanúgy dolgozni, a munkája minőségén is meg fog látszódni az egészségét, meg fog látszani a munkája minőségét, sokkal jobban fogja végezni a munkáját, sokkal őszintébb emberré válik, mert onnantól kezdve nem kell tartani semmit. Nem működik az ember szerintem. Azt mondom, hogy a fejlett személyiségű embereknél, tehát hogy 1%. Tehát aki nyer 3 milliárdot és bemegy, és még pedánsabban dolgozik, ez az ember szinte nincs. Tehát az, aki nem játszik el a gondolat, nem kezd el elkölteni, nem nyúl hozzá, nem csinálja ezt, nem kezd el egy nagyobb léptében gondolkozni, hanem arra gondol, hogy de jó, így még hatásosabban tudok bemenni, és mit tudom, hivatalnokként, vagy bármit dolgozni, hiszen már tét nélkül tudok dolgozni, ez a személyiség szerintem szinte nem is létezik. Tehát, hogy megborít, mindenképpen megborít. Ha csak nem azt csinálod, hogy elhessegeted magadtól, és berakod valahova, és próbálsz róla nem tudomást venni, de akkor is elkezdesz szorongani. Elkezdett félteni az összeget, elkezdesz azon gondolkozni, hogy hány bankba tedd, hogy hova tedd, hogy nehogy elvegyék, hogy ja Istenem, mi lesz, ha, és szépen ez elkezd rádrakodni. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Ezt ilyen vávonással, hétköznapi módon ugyanúgy bemenni dolgozni, ez szerintem nincs ember, aki ezt meg tudja csinálni. Vagy az nagyon kevés, nem? Hát ez szerintem lehetetlen. Ja, hogy azt mondod, hogy ott a pénz is nem jussz hozzá. Hát megtartod azt a hétköznapi életet, és még kicsit pedásabban dolgozol otthon. És jól végzed, jobban végzed a munkát, nem kell már alkoskodnod, nem kell rettegni tőle, hogy kinek mit mondasz. Őszinte tudsz lenni, vagy őszintébb tudsz lenni, és a munkádnak a minőségén is nagyon-nagyon meglátszik az majd, hogy basszus, nem kell szorongalom amiatt, hogy hú, ha most ezt meglépem, akkor lehet, hogy elveszítem az állásomat, valakinek keresztbe teszek, hú, akkor majd ez lesz, hú, akkor majd az lesz. Ezt értem, ezt a részét, de az egy picit csak motoszkálna, hogy kisimulnak a vonásai. Hogy ezt azt azért csak vegyél belőle, ha ott a 3 milliárd. Tehát én ezt értem, hogy létbiztonság, és akkor odaállsz a főnököd elé, és megmondod, hogy szerinted ez a rossz döntés volt, mert ha kirúg, akkor na bumbi történik, meg tudok élni. De hát szerintem azért csak költögetnél. Nem így erre arra. Hogy nem? Ez egy saját mászófal. Hát igen, persze, de az értelmes ember tényleg csak arra költ, amit ki is tud használni. Voltunk mit tudom, Balatonon most így nyáron többször is, ugye még kitelepülésen, és akkor ott mutatták a srácok egy ilyen jacht kikötőbe, hogy na, itt van például egy ilyen hajó, ami ennyibe kerül és ennyibe, és egyébként meg a tulaj 3 éve lehozta azóta, ki sem volt, mert hogy egyébként meg csak azért vett, hogy reprezentáljon vele. Na de akkor de most rájönnél. Én mondjuk 2 vennék ebből. Aha. A 3 milliárdot megnyerem. Te értem, hogy mit mondasz, de hát csak álljon el egy a Balcsi, másik meg egyrészt, másik meg az Adrián. Ne kell cipelkedni az alamat csónakkal. Tudod, ide is oda is tudsz menni. Igen, meg ez, hogy pénzed van és értelmes dolgokat költesz, szerintem akkor van igazán pénzed, ha már értelmetlen dolgokra is tudsz költeni. És ez az. De most komolyan mondom. Tehát ez, hogy az értelmes ember csak arra költ, aminek értelme van. Ezt az mondja, akinek nincs pénze.
akinek van pénze, az azért tud értelmetlen dolgokra költeni, mert van pénze. Nem így van? De ez már nagyon sok pénz. De nem erre gondolt, tehát akkor tudsz értelmetlen dolgokra költeni, ha van pénzed. Nem kell megnézned. Mert nem kell megnézned, hogy értelmes dolgokra költsél, értelmes dolgokra akkor költesz, ha nincs pénzed. Vagy kevés van. Abból látszik, hogy már sok pénzed van, hogy megteheted, hogy értelmetlen dolgokra költsél, mert nem hiányzik az értelmes dolgokból. Vagy nem veszel a család életből. Tehát ez szerintem megint nem állja meg a helyét, hogy akinek sok pénze van, csak értelmes dolgokra költ. De az értelmetlen dolog alatt én azt értem, hogy megveszed... Öncélú, szórakoztató, semmi értelme, nem. De megteheted. Mert úgy, kicsit értelmetlen. Úgy nincs értelme, hogy nem használod semmire. Tehát, hogy megveszed magadnak a jachtot, és soha nem mész ki vele a tengerre, soha nem mész föl rá, csak azért, hogy kipipálj el egy tételt. Na, a gazdag embereknek van jachtjuk. Ja, én gazdag ember vagyok, akkor veszek egy jachtot. Is. Mert ha mondjuk a haverjának veszem, mondjuk azt csinálod, amit Elvis Presley csinált, hogy minden haverjának vette egyszerre, mit tudom én, egy Cadillac-et, hogy mind a 30-uknak legyen egy Cadillac-i, az egész gangnek, az egész bandának, vagy utána vett mindenkinek egy traktort, aztán versenyeztek, hogy ez értelmetlennek tűnik, de ugyanakkor mégis van egy értelme, mert szórakoztatott. Szórakoztatta őket. Igen, csak az ember, aki hajót vesz magának, csak azért, hogy elmondhassa magának, hogy van egy hajom, de egyébként nagyibbet tojik rá, annak miért? Az a totális céltalan és értelmetlen következés. De ezt akkor tudod megcsinálni, ha van pénz. Tehát akkor tudsz értelmetlenül megvenni bármit. Abból látszik, hogy mennyi pénzed van, ha már azt is megtetted, hogy nem érdekel, és nem mész lehajózni. Tehát szerintem ebben az a jó. Értem, én se vennék olyan dolgokat, amiket egyébként nem használok, de értem, hogy ezt mondjuk az ember miért csinálja. Na mindegy, nagyon-nagyon izgalmas dolog ez. Én remélem, hogy előbb-utóbb azért valaki bejelentkezik. Nem, hogy ő volt. És itt a Morning Show. Igen, dobj egy SMS-t, ha megvagy. Tényleg, hát most kicsit dumcsizunk, semmi olyat nem kérdezünk, amiből rá lehet jönni. Mondhatsz álnevet, na? Tessék, igen, na. És nem nyomozzuk visszahívást, és nem adjuk ki. Nem adjuk ki senkinek a számot. Fél hét múlt, már nagyon régóta, 7:30, csak 4 perccel. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt a 3 milliárdról beszélgettünk. De nem úgy, hogy ki mit, meg hajót, meg repülőt, meg nem tudom, hanem hogy mégis mi a lélektana, mi zajlik le, hogy megy, félni kezdesz, vagy örülni, szorongani, vagy költeni, tudatod, vagy nem tudatod, egy embernek elmondod, már tudja mindenki, hogy zajlik, szétesik a család, nem esik szét, izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas. A legjobb időszak szerintem, amikor megnyered, és amíg nem jön meg az utalás. Ugye úgy szokták csinálni, hogy ha megnyered, akkor ne azt mondja mindenki, hogy nem szabad rögtön bemenni vele, tehát hogy várni kell egy 2 hónapot, azt hiszem 3 hónapig él a szelvény, 2 hónapot, mert akkor nem tűnik fel a környezet. 90 nap. Az 3 hónap körülbelül. Mindenek utána néztem háthöz. Ha meg lesz. 2 hónapot várni, akkor bemenni, és akkor kérni a lóvét. A legjobb időszak, hogy azt már tudod, hogy a tiéd, de még nincs nálad. És akkor már gyártod az elméleteket, hogy hova, minek, mi csinálunk. Hát pont ebben a 2 hónapban szorongod túl, és rontod el szerintem. Igen, hát szerintem. Persze, hát ez erre, nem, erre nincs iskola, meg erre nincs felkészülés. Tehát ez a 2 hónap rajtad nem segít egyébként. Egyébként meg hülye lennék én benhagyni még 90 napra pénzemet, amikor már az már kamatozzon az államnak. Dehogyis, hogy a szerencséjáték ZRT-nek? Nem. Én bemennék érte, és már legyen az én számlámom. Kamatozzon már nekem. Én biztos, hogy nem mennék be. Én biztos, hogy megbíznék egy ügyvédet, aki elmondaná azokat a jogi lehetőségeket, hogy lehet ezt több bankban olyan számlára eltenni, hogy még a nevem se jelenjen meg. Tehát azért erre vannak lehetőségek. Én biztos, hogy nem állítanék így be ebben a formában. Vagy beállítanék, de akkor egész egyszerűen csak az ügyvéd tud róla. Egy jó ügyvédet, és akkor szépen pénzügyi befektetővel összeülni, és akkor különböző számlákra ide-oda elpakolgatni. Hiszen nyilván igen, hát nyilván nekem ezt igazolnom kell, hogy én miből költök, tehát az én személyem az nem lehet titok az állam felé, de hogy akkor se fedném fel így magam. Nem. 4 bank, 4 számla, plusz egyébként aranyba, és mind a 4 bank csak egy bizonyos összegről tudna az egészről, nem. Tehát nem állna össze nekik a kép, hogy na én vagyok nem, a milliárdos. Nem, így, mert a 3 milliárd. Kicsi ez az ország összeállna. Ha 4 felé szédom, akkor is jön egy 800 milliós igen. Utolás. Vagy jön, akinek van OTP van, igen, Vadó János szeretné 300 millióról egy bankszámlát, egész hirtelen, és megnézik a pénzforgalmadat, kártyás vásárlás szejtán 800 forint, ez Zila cukrászda, 1600 forint, Vadó János 400 társasági adó egyébben, nem tudom, 400 millió számlát szeretnék bejövő írni. Utalás. Bejövő utalás, kimenő pály pénzforgalom, terhelések összesen 1 hónapban, a különbség a bejövő és a terhelés, igen, oké, okay, na most akkor szeretnénk írni 400, nem, hát 10.900 BKV bérlen. Kártyás fizetés Blaha Lujza téri aluljáról, tudod? Tehát, biztos nem lenne feltűnő. Az is érdekes, hogy a szerencsejáték ZRT például ad tanácsadót a pénzhez.
Tehát ők hivatalban egyet kirendelnek, akit nem kell elfogadnod. Aha. Egy defekt. Nem szokták kérni a nyertesek. Tényleg? Képzeld. Milyen meglepő. De miért? Hát, hát most van egy ember, de nem azért nem kéri. Róla. Nem persze. Azért, mert fél, hanem nem kell, majd én tudom, hogy hogy kell csinálni. Na ilyenkor az, hogy bukta. Tényleg mindenki tegyen egy kísérletet, hogy ma menjen haza, ültesse le a családját, és azt mondja, hogy van 1 milliárd, dobja be, és mindenki halák, hogy ilyen szituációs játék, kezdje el fejben tényleg elkölteni, és beszéljék meg este, hogy mit csinálnának, és nézzék meg, hogy hol tartanak egy óra múlva. Komolyan mondom, ez egy nagyon izgalmas játék. De szerinted még nem tette meg ezt minden nem ember úgy, az országban? De nem úgy, hogy anya, mi lenne, ha lenne 1 milliárd? Ó, édesem, nem mennék be többet dolgozni. Leülsz, és azt mondod, hogy gyerekek, mondjuk van 3-18 éves gyerek a családban, ott van a feleséged, szerencsések vagytok, együtt vacsoráztok, van 1 milliárd forintunk. Csukja be mindenki a szemét, és kezdjétek el elkölteni, és kezdjünk el beszélgetni. Anya, hol kezdenél új életet egyedül azzal a sok pénzzel, amit adok neked, ha? És hogy mit hoz a felszíre? Hogy ki a vezető típus a családban? Hogy ki osztja be? Hogy ki dönt? Hogy mit szólnak a gyerekek? Hogy mi a dinamikája az egésznek? Hogy indul a költekezés? Ki mennyit akar elkölteni fejben? A gyerek többet? A feleség többet? Az ura többet, itt már az előbb írták, hogy Balázs holnap is osszál 1 milliárdot, de már elköltöttük. Vagy most éppen sokan hallgatnak minket a kocsiban. Tessék, és elindulhat egy ilyen 3-as, 4-es családi beszélgetés. De kicsit tényleg megpróbálva beleérezve, megpróbálva tényleg elhinni, hogy az az 1 milliárd valóban létezik. Tehát nem a felszínen mozogva. Egy óra alatt kiderül, hogy mi maradna abból a pénzből szerintem. Nem? Ez baromi izgalmas játék. Na jó, gyorsan egy-két közlekedés. M2-es Dunakeszitől Vác dél kihajtójáig tiszta és balesetmentes, írta nekünk egy hallgató, valamint 9. kerület Tűzoltó és Páva utca kereszteződésében most csattant össze két előttem álló személyautó, torlódás lesz a szűk kereszteződésben, ezt Perec írta nekünk. Aztán egy-két SMS még a lottóval kapcsolatban. A pszichológiából tanultuk, a gazdagságra fel kell készülni, mert megváltoznak a körülmények, a környezet, az irítség, jön a félelem, a szorongás, sok minden, ami addig nem volt, írja egy hallgató. 18 évesen a haverommal mentünk el 50 000 forintból kaszinózni, az első éjszaka nyertünk 1,5 milliót, majd még 2 éjszakán keresztül alvás nélkül 3 millióra vittük. Besokkoltunk az örömtől, sajnos 2 hét alatt elvertük. Nem lett belőle semmi, igen. Viszont az olyan 2 hét volt. Az olyan 2 hét volt. De az a 2 hét. Nyertem 248 milliót lotton, írja egy hallgató, nem akart róla beszélni, SMS-ben írta. Van 1 milliárd 200 millió most. Azt a nem tudtok semmit az egészről, a nyertesek ismerik egymást, ennek is oka van, hogy tanulj más hibáiból. Egy névtelen hallgató írja nekünk. Akkor nekem bejött. Érdekes módon mindenhol mindig azt írják, hogy tényleg 80%, amit Balázs is mondott. De várjál, más a pszichológiája 300 milliónak, más a pszichológiája 3 milliárdnak. Aha, az igaz. Mert a 300 milliót azért te még épészel, kicsit besegítesz, kicsit felfogod. Azt még valahogy fel tudod dolgozni, 3 milliárdnál bolondulsz. Én már tanultam is egyébként a hibáiból, ennek kétennel hallgató kétellel. Igen, stebben nem akartam belekölni. Igen. Öltöz drágá, miért utazunk? Csak te. Így egy hallgató. Na jó, van, megnézzük, hogy vége az álmodozásnak, jó? Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Megnéztem az összegzett elszámolás feladásra, de még nem jött. Nem jött? Hogy esetleg a családba töltött valaki, és már megdobott egy 400 millióval. Tehát most így kicsit így nézegetem az SMS-eket, egy ilyen köszi bali feliratta, kösz mindent az elmúlt 10 évből, de nem érkezik még. Halló, jó reggel! Jó reggel! Hello, Miki! Hello, jó reggel, te Bali Feri, szia! Hello! Miki, honnan hívsz minket? Hello! Budapestről, innen Újpestről. Újpestről. Igen. Hallgattál minket itt az előző fél órában, egy órában? Igen. Eljátszottál hát a gondolattal? Vagy? Igen, az az első egyébként, hogy én egyből nem fordulnék ügyvédhez, mert ők a olyan emberek, akik szerintem az első, akiből egyből kijutna. Tessék, már a paranoia. Ugye azonnal, nem, az ügyét átvág, nem menj ügyvéd, old meg te, már a paranoia. Hát úgy csinálnám, hogy maximális időpontig. Szóval, hogyha egy évig lehetne ott bent tartani, akkor én egy évig nem nyúlnék hozzá, és úgy lennék, hogy az a sátáni vigyor bárkire, hogy nyugodtan meg lehet bárki kilóra venni. Igen, de ugyanakkor ott, hogy szerinted egy évig kibűnált, hogy ne nyúljál hozzá 3 milliárd forinthoz. Egy évig kibűnált, ne lepp meg magad egy autóval, egy utazással, bár semmi, egy évig ugyanúgy járkál, nem közben, hogy 3 milliárd. 3 milliárd.
Igen, de ez annyi, hogy egyébként most 1 millió vagy 3 milliárd, aki nagyon szegény, ezt nem tudja, ez a 100 millió, meg milliárd, meg sok 100 milliárd, mert onnantól neki az van, hogy csomó, azt, amit ő úgy gondolta az ő kis puritán gondolkodásával, azt ő elkölt, és a többivel igazából nem tud mit kezdeni, ahhoz már fel kell fejlődni. Hogyha mit csinálnál, vagy mire költem, vagy mit vennél, vagy mit nem venni? Elköltöznék vidékre, vennék egy passzív lakást, aminek semmi áramfogyasztása nem lenne, geotermia, meg ilyesmi. Na, aztán szépen oda költözne a kis család, és akkor szépen a közeli meg a távoli rokonok mind így. Nem azt mondod rád, hogy akkor kitérlek, hogy mennyit fogyasztanak a villanykörték, és egyébként meg fával fűtenék. Hát igazából a gazdaságnak szerintem egy kulcsa van, hogy ezt meg kell tudni valahogy tartani, és az csak abban lenne, hogy nem így szórjuk a kezünkből, hanem úgy megmaradjon valahogy. Hát ez szép ideológia, kíváncsi vagyok, hogy ez az életben, ez a passzív, hát elköltözöm vidékre, és nem csinálok semmit, kecskéket termesztek, sajtot csinálok, és járom az erdőt, miközben a vakszámlám a 3 milliárd. Kíváncsi vagyok. Bükkfával fűteni. Igen, igen. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó, hallgatom. Figyelj. Gépi lottót adnak fel. Írnak a szerencsejáték hogy... Most írnak, hogy nem ők nyertek. Igen, felháborodott hangvétel levél, hogy miért nem ők nyertek. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La, 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 la. Na, hát ez nem is. Oh, baby, no, baby. Aha, azért a 3 milliárd az. Egy angol tanfolyamra is be kéne iratkozni. Living on a baby. Tuti nem az, amit énekelkedik. Egy gyors tarpaló angol 3 milliárdba belefér. Jó, amit énekelsz, ugyan a szöveg nem ez, de hogy ez az előadó, vagy ez a dal, mi ez? Tudod? Hát, azt tudom, hogy külföldi, meg ilyen hosszú haja van, ilyen... Na, volt. A Bon Jovi. Az, 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 igen. Oh, 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 giving up the money. Oh, nagyon örülök, köszönöm szépen. Figyeljetek, az a baj, hogy ezt meghalom, muszáj meghallgatni, jó? Tehát én imádom van a Lauszod, ilyen. Meg a Rita Orát, meg a, meg a, meg a, meg a kompakt diszkót, tényleg annyira jó. De hogy hallgassunk már valami normálisat. Már a Bon Jovi is nagyon nagy öröm. Úgyhogy, úgyhogy neked küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon jó, örülök, örülök, örülök. És akkor szépen. Köszi. Köszi, Miki. Köszönöm szépen, nagyon izgultam, köszönöm. Hello, sziasztok, hello. További jó reggelt, és a kedves hallgatóknak is. Köszönöm. Na, a 40 pluszos hallgatóinkat meg kicsit boldoggá tesszük, akkor van. Ezzel a zenével nem elfeledj be, hogy legalább szívben gondolunk rájuk. Ez a dal legyen, vagy más? Ez szerintem ez jó, működik. Ez a sivatagban a reggeli harmadik. Három perc múlva 8 óra pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit kevés ma reggel a közlekedés, úgyhogy segítsetek nekünk, jó? Az M5-ösön volt egy szembe menő hölgy, aki vagy észrevette, erre kevesebb az esély, inkább megfordították, kiszedték, kiszűrték, leállították, úgyhogy már nincs, de ezek mellett kevés a közlekedés. Bécs felé a határ után áll az A4-es, írja nekünk Busman, köszönjük szépen, és hát tulajdonképpen nagyjából ennyi. Hát jó volt ez a kis Bon Jovi, hát gyerekek, hogy ne lett volna, hát egy kis rock and roll is kell ide reggelre, tényleg. Szoftos ugyan, de mindenképpen felüdülés. Hát van az a pillanat van az ember életében, amikor már szoftos és hardos. Ha gitár van, én már örülök. A élő gitár van, igen. Élő gitár van, rendben, zenésszel már jó vagyunk. Már jó, igen. Na, szóval közlekedési híreket, vagy közlekedési információkat küldjön nekünk mindenki. Jó, aki tud, vagy aki lát, vagy aki tapasztal valamit. Be az, hogy állítólagosan újra vetkőzik gyerekek, ebből most mi az igaz? Mert amit Győző mond, ugye hát az tulajdonképpen az még nem biztos, hogy finoman szólva megfelel a valóság. Hát kizuhanyzik ruhába, ugye, hát 8-15 nyilván ő is felkelt, most leveszi magára a kis baby dollját. Már kicsoda Bea vagy Győző? Hát most gondolom, csak azért vetkőzik, nem? Ja, hogy azért vetkőzik, hogy éppen most zuhanyzik. Jó, megértettem. Állítólagosan ő most újra a News is magazin címlapjára kerül. Ő egyszer már volt. Volt. És ez jó is volt. De szóval ez úgy van, hogy amikor a Gáspár család akarja, akkor a címlapra veszi, mert most a Gáspár család ugye nagyon forog a TV2, hiszen ott megy ez a... megy valami. Igen. Ott ők abban vannak. És akkor most gyorsan pont mennek a Newsy-ba, legalábbis Győző azt nyilatkozta, hogy beállt nem sokára fotózzák a Newsy-s magazinba. Ugye? Lehet, hogy a News-is magazin főszerkesztője ugye folyamatosan hívogatta őket az elmúlt évben, tehát egy ilyen online kapcsolat. Hogy hagyják már békén. Csak hogy eddig nem akarták, és most mondják azt, hogy igen. Be azt, hogy most éred be.
arra, hogy fotózható legyen. Igen, hogy most lett, lett fotóérett? Igen. Na. Igen. Nem tudom, én nem láttam az elmúlt időszakban, ha jól néz ki most. Nem, is magazin, nem a MILF magazinról. Hát figyelj, milyen mér, az alatna is volt. Az alatna is volt. Ja. Tulajdonképpen a nyuszisba bárkiből tudnak jó nőt csinálni? Szerintem ügyes grafikusaik vannak. Igen? Nem, most csak azért kérdezem, mert hogy sokszor hallasz olyanokat, amiből aztán nem lesz semmi, hogy végül valójában címlapra kerül, de hogy nem feltétlen érzek ingerenciát, hogy megnézném mondjuk mesztelenül. Így vagyok én beasszonyal is, aha, hogy valahogy nem kerít hatalmába az a romantikus érzés, hogy felüssem a nyuszis magazint, hogy ha már alig várom, hát megnézem. De ezek mind sikeresek, az ilyenfajta portfóliók. Hát az emlékeztek, hogy az alatnaiból a legtöbbet adták el. Az volt a legnépszerűbb nyuszis magazin. Az volt a legnépszerűbb, igen. Igen. És utána jött a Klaudiája, azt hiszem. És beasszony hol volt a sorban? Azt nem írja az újság. Jó nőt csináltak beasszonyból egyébként? Jó. Mm-hmm. Igen? Jó. Na most, ha én lenyilatkozom. Mutatom. Jani. Lenyilatkozom, hogy én megyek a nyuszis magazinba, és ott részt veszek egy fotózáson, akkor az brandépítő, még ha most igaz vagy nem igaz, nem? Tehát az már igen, akkor, ugye, besorol téged valahova. Jó, nem? De aztán ne takargassad magad, lássa mind a két bimbód. Már én? Ha mész. Megnéznél? A nyuszis magazin címe? Meg. Nőként főleg. A minden idők legviccesebb, és szerintem lehet, hogy lenyomnád az alatnait. Szerintem az alatt itt vegyünk át egy-két poszt. Elhiszed, hogyha mesztelenül címlapra kerülnék, lenne egy-két olyan nő, akit lenyomnék? Szerintem? Tehát, megkérdezzük majd, hogy mennyi volt a, mit a Newsies magazin legkisebb eladott példányszáma, szerintem hoznám. És nem is kellene nagyon-nagyon-nagyon durva dolgokat bevállalni. Tehát nem arról van szó, hogy ülnék, mit tudom én, egy kádban, egy angol spárgában, lábbal a levegőben. Tehát nem erre gondolok. Csináld meg ezt a nagyon klasszikusat, hogy benyúlsz a két kezeddel, ugye a két hónod alá, kicsit feltolod a melleidet, de úgy, hogy nem látjuk a bimbót, így van. Na igen? És erre jön rá még egy szélgép. Még az én esetem eljön a szélgép, az jó. Ott van munkája a szélgépnek, mire ezt a haját megemeli. Ez például nagyon klasszikus. De tudjátok, mi a veszőparipám, hogy egyszer kísérleti jelleggel miért nem csinálja meg a nyuszis magazin, hogy berak egy jó palit? Hogy miért gondoljuk, hogy a nőknek erre egyébként nem lenne igénye? Hogy számos olyan nő került már nyuszis magazin címlapjára, aki nem jó csaj, megcsinálták, eladtak valamennyi, de ők is tudták, hogy nem volt jobb, kicsit betettük. Egye meg a fene, nem volt jobb, most betettük, igen, elment belőle, nem tudom, 10 000. De hogyha egyszer egy igazán jó pasit, most nem magamról beszélünk, mint egy vízilabdást, vagy egy kézilabdást, vagy egy kajakkenust a címlapra tennének, és az igazán jó lenne, simán verni a számokat. Ne legyél már ilyen önbizalom hiányos. Dehogy vagyok, hoznám, hidd el. Dehogy vagyok. Ha ráadásul még a veszőparipád is megmutatnád. A paripád is megmutatnád. Jó, tessék, azt mondja Pantl Péter, hogy akkor plusz 3 millió, ha mutatok csúnyát. Na? Van bélműtétet? Igen, visszakérdezik, hogy a sérvem az csúnya? Igen. Bár nem volt, csak kérdezem. Nézd, bőrrózsa. Vagy az arany. Igen. Vagy mutatok egy csúnya aranyeret, már műtét után gyűrűvel rajta. Hát ott oda ráteszik a gyűrűt, csak azért előbb-utóbb majd leesik. Ugye? Hát ezek pályos dolgok. Na de kérdezem én, hát miért nem csinálják meg egyszer? Vagy ha beasszony, hogy már egyébként címlapra kerül, onnan már csak egy ugrás, hogy egy győző is egyszer nyuszis magazin címlapon legyen. Nem akarom azt mondani, hogy egyébként belőle is olyan nagyon sok elmenne, de tennék rá egy komolyabb kézpénzösszeget, hogy lenne olyan nő, akit például én a címlapon le tudnék nyomni. A legrosszabbul eladott. Ki lehetett a legrosszabbul eladott? Medvecki volt a címlapon? Nem. Biztos, hogy nem. Nem. És azt szerintem fogyna is. Mert ahogy a legjobbra, úgy... Igen. Szerintem igen. Nem gondolom. De hogy nem, hát van még az a korosztály. Egykori 48-ason film. Nekem semmi bajom a Medvecki művésznővel, de hogy megvennéd. Tehát van az az ember, aki megnézni, igen? Szerintem igen. Még a kategóriában is van a granny kategória, tehát hogy... Nem vagyok benne biztos, hogy idősek nézd. Nem vagyok benne biztos, hogy egy-két nagyon, nagyon elferdült, fura, nagyon pervers fiatal fiú egyébként ne arra indulna be, hogy megnézze a Medveckit. A táncos műsorban, amikor abban a ruhában bejött, ami mindent mutatott, semmit nem takart, hát szerintem ott azért így kívántad, hogy még azt vegyük. Hát akkor én azért eltakartam az LCD-t. Na jó, de a gyerek elől. De ő egyébként nagyon-nagyon, nagyon csinos. Igen, de ő egy csinol, persze, igen. Jól tartja magát, nagyon jól mozog, tehát ezzel nincsen semmi baj. Ti megvennétek? Téged?
kilóra. Megvennéd, vagy megvánnád, ami kapsz egy utalomszámot tőlem? Hát figyel, vagy akkor... áldoznál rám, mit tudom, X-et? Áldoznál? Azt mondom, figyelj, Jani, adtak egy jó dílt, fizettek 10 én milliót. Én tudom, megnéznélek. Bevállaltam. Jó fotók, egy jó autóval, egy jó hajón. Nem, soha nem mennék ebbe bele, csak most játszunk el a gondolattal. És azt mondaná a Newsis magazin, hogy tessék, 12 millió forintot tudunk erre fizetni, ez egy kísérlet, de megnézzük. De ezt az ocsmány foltot tüntését okay. kell a kezéről. Micsoda? Az anyajegyemet nem adom. Egy jó bőrfatel, egy simán jó szivarral, egy Enzo mellett, és mit tudom én, egy Enzo? Enzo felé. Ilyen álmeleg sorozat lenne? Igen, ott lenne Enzo, meg ő. Azért lassan húzott fölfelé, mert 10-ről indultál, most már 12. Figyelj, volt. Ja, most 12, mit tudom, egy Enzo Ferrari mellett, egy Bugatti Veyron között, angol spárgával, egy Versailles kastélyból megmentett, nem tudom, ilyen komódra ráheveredve, nagyon szép ízléses fotók, tessék. Tehát a két autón szerintem lenne a lábad, úgy angol spárgáznál, és középen lógna le a veszély. Nem, középen lenne egy gyertya, ami kicsit pörzsölne már, és rohadtul fájna, és kicsit vicsorognék. És elfújnád fenékkel. Igen. Jó. Igen, nem. Tehát, hogy a méltóságomat megőrizve, kísérleti jelleggel, igen, mondanék arra, hogy tegyünk egyszer férfi címlapra. Hát nekem ez nem tetszik, ez nem passzol hozzád. Ez persze, hogy nem, most játszunk, nem sokkal, lennék ne, soha, hát ja, nyilván nem, az, nem csinálom. Nem, a fotózás ja, legyen ja, meg, ja. Nekem csak ez nem tetszik, ez a Versailles, meg ez az Enzo. Nem, én valami ilyen vadító, ilyen forró, valami buja redneck vonalat vinnék be. Na de igen, tényleg, de hogy nézne ez ki? Istáló. Szénabálá. Kigombol. Csizma. És a két lovász fiú vagy. Ne, a csík, kalap. Így van. Ostor. Veszkó csizma. Zokni nélkül természetesen. Persze. Persze. Így van. Hogy hívják lovaglónadrág? Aha. Így ilyen bőrbetétes belül, ugye, és nyerget fényesítenél. Kicsit pucsítva? Szalmaszáj a szájban. Kicsit pucsítva? Így van. Szalmaszálszájban lenne ilyen vájúskép, ahogy így feldobod a vizet. És így a vízcsöpeket így egyenként lehet látni, és ilyen nagyon elégedett arccal kicsit. Azt gondolom, hogy kicsit keversz most Bódi Szilvivel, de tetszik ez a fajta, hogy ugyanazt hozott. Hát, tehát ugyanazt az életérzést akarod a nőknek megadni. Így van. Igen. Felülön szörfölhetsz és mesztelenül, de hát az... De egy kis búváruhában csak fölül. Ilyen neoprémben. Ez a redneck vonal, ez jó lenne. És aztán megmártoznál a vájúval, mert nagyon ég a melegtől a kopárszik. Na jó, hát utána járunk ennek, hogy egyáltalán mi igaz ebből a fotózásról. Itt van velünk Pantl Péter, a Newsis magazin főszerkesztője. Péter, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Nem hiszem el, hogy felvettem. Hihetetlen, hogy te felvettem. Annyira biztos voltam, vadon be fog csípni. Hát annyira nem szokta felvenni ez a sár. De látod, hogy mindig engem utálnak, és én vagyok az úriember, aki ezen átsiklott volna, abszolút, de hát itt van a Jani, aki azért... De. Nagyvonalú vagy, nem úgy, mint Jani, de nem baj. Ezért tartanak Péter. Igen, le vannak kocsva a szerepek. Mondani. Hát így van. Na figyelj, arra gondoltatok már akkor ezen analógia alapján, hogy egyszer szakítva a hagyományokból mondjuk egy pasit, nem, nyilván nem engem ez a játék része, de egy kézilabdást, egy vízilabdást, egy kajakkenus címlapra tenni? Vagy ez tök nonsensz? Szerintem először zárjuk zsebide, hogy de aztán soha nem szerepelt a Playboyban, de ez nagyon fontos. Ne csináld! Nem áll! Tényleg? Légből kapott dolog. Egy másik Facebook magazinban szerepelt, de ott sem címlapon, évekkel ezelőtt, és el kell keserítenem a Gáspár családot, nem is fog szerepelni a Playboyban, de győzikettem. Tehát, akartam, ez lett volna a második, hogy akkor térjünk át, hogy ebben mi az igaz, de akkor kezdjük ezzel. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy el kell keserítenem a Gáspár igaz családot, nem is nézett ki jól. Nem tudom, melyik műsorban, de a Győzike hajlamos arra, hogy kicsit konfabuláljon, hogy ilyen szépen fogalmazunk, tehát a valóság nem mindig tükrözi azt, amit ő mond. Na most akkor azt is mondd el, hogy mi a baj a bejával, akkor tessék. Hogy hát neked elég szép. Ha megnézitek, hogy merre fele megyünk a magazinnál, próbálunk olyan álmokat árulni férfiaknak, ezért nem nagyon teszünk férfit a címlapra, amivel el lehet játszani legalább a gondolatban. Olyan lányokkal foglalkozunk, akikkel össze tud futni az utcán. Szeretnénk ismert nőket is levetköztetni, ezen is dolgozunk, de nem feltétlenül a két gyermekes családanyák az elsődleges célpontjaink. Hát. Nem, mintha bármi baj lenne velük, csak nem vagyok benne biztos. Hát ki kell, hogy ábrázoljuk, Balázs, nem kevés férfinak az álma. Jó? Igen, tehát azt gondolom, hogy velem azért, tehát engem címlapra tennétek, ne lőjük ki a pasi vásárlókat, tehát hogy azért egy bizonyos szintig azért tudnám hozni a férfi vásárlókat. Jani már venne egyet például. Abszolút, emlékszem, hogy
Bocsánat, hogy volt valamilyen mesztelen lovagrásról szó itt évekkel ezelőtt nálatok. Az egy hármas dolog, igen. Igen, és nagyon kotortál, hogy te is benne legyél. Abszolút, de erre nem sikerült. És van érdekes, hogy a tavalyi évben a Bruno Mars, aki mondjuk novemberben Magyarország, ő szerepelt a Playboy címlapján, de nem egyedül, hanem egy hölgy társaságában. Úgyhogy van erre példa a világ. Figyelj, mennyi volt a legkevesebb eladott példányszámotok? Az megvan? Hazudhatnék bármit, de nem tudom fejből. Az se, hogy ki volt? Tehát, hogy nem is gondolom, nem is mondhatod főszerkesztőként, hogy... Hát, annyira nincsenek nagy különbségek egyébként az elmúlt évben. Persze a 10 évvel ezelőtti zalatnaihoz képest azért mások a számok, ezt mindenki tudja. De alapvetően nincsenek nagy kiugrások, úgyhogy... Az alatt még sem, nem fogjuk megismételni, ez biztos. Mennyit tudnék hozni egy szófával ott, egy kubai szivar? Ezért most mondj egy számot, kíváncsiságban tényleg ezret? 2000? 600? Biztos, hogy hoznál, mert alapvetően a Playboynak is van egy 25-30% női olvasója, ezt nem tudom. Tehát lehet, hogy ezt megemelnénk egy 40-45%-ra. És hogy mennyi férfi fordul vissza attól, hogy te mondjuk spárgázol két autó között, hát nem. Egy szélgéppen, igen. Tehát ezt így nem tudom. Elég erős. Szerintem azért 10-15%-ot biztos hozhatnál. Amikor nálunk szerepel az interjú rovatban, azért az jó visszajelzéseket eredményezett a magazinnak, úgyhogy ez nem kérdés. Hát én 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy csúcsokat dönten a Balázs a Jászolban sokozat. De akkor hagyj legyek már kis Jézus. Tehát akkor viszont kis Jézusként hagyj legyek meg, és jön Mária, ott van József, igen. Az úgy szép lenne. Figyelj, úgy tűnik, mint a kicsit elfogynának azok a magyar hírességek, akik egyébként ott akarnak, vagy ott tudnak lenni. Hogy így, én azt látom legalábbis, hogy hiányoznak mostanában a nagy durranások. Nincsen, vagy félnek, vagy nem akarják, vagy nehezen állnak rá, vagy mi a baj? Gyakorló tévésként azt neked látnunk kell, hogy nem olyan tűntek fel új arcok. Igen, ez is igaz. Az elmúlt években a televízióban, tehát nem mi gyártjuk azért elsődlegesen a sztárokat. Én nagyon örülnék, hogyha a kereskedelmi tévék föltennének olyan csinos lányokat a képernyőre, akiket aztán később is föltetnénk címlapra. Ez nem történt meg az elmúlt mondjuk 5-10 évben szerintem, hogy valakit igazából kineveltek volna. Aki meg volt, azok közül, akit lehetett levetkőztettük, akit lehet ördögőrát félig levetkőztettük, de nagyon máson emlékszem, hogy lett volna egy igazán nagy csillag az égen. Van olyan, akit régóta győzködtök, és még mindig nem? Hát van egy kettő, aki győzködünk, és ott értelemszerűen a munkája miatt, meg a egyéb elfoglaltságai miatt nem engedi. Uh-huh. Tehát nem kérdés, hogyha egy igen Tatár Csilla, Demcsán Zsuzsa egyszer azt mondaná, hogy igen, akkor természetesen... Én most mondjuk pont Szecsődi Karcsira gondoltam, csak azért kezdtem. Szerintem az is egyfajta újítás lenne egyébként. Miért ne? Hát meg ő egyre jó. Ugye, semmi gondom nincsen bele, viszont ha föl lesz a színlapon, biztosan tudhatjátok, hogy én nyertem maga 3 milliárdot. Tehát az életem utolsó színlapja lesz. Az jó vicc lenne. Úgyhogy ez meg lesz, hogy gyertek oda hozzám, és megyünk valami komolyabb buliba, mert akkor Péter van rá. Péter, látom, hogy Karcsi olyan szémlapon, akkor találkozzunk már, beszélgessünk már, mert neked már mindegy, hogy mi történik. Abszolút. Na jó, szóval azt mondta, hogy akkor ennek semmi, se ereje, se vége a Gáspár családféle beás címlapnak. Semmi. Még érdekes, kaptunk olvasói leveleket, hogy ha ezt megteszünk, akkor lemondja az előfizetését az olvasónál. Úgyhogy gyorsan visszajöttem, hogy nem tervezünk, ez csak egy győzik által légből kapó dolog, úgyhogy figyelünk az olvasóinkra. Hát azért az Alatnai is egy elég bátor vállalás volt, bár közben meg egyébként brutál fogyott, de hogy azért nem láttam benne annyit, mint amennyi aztán lett belőle. Vagy nem, igen, gondoltam érdekes, volna. Hogy hosszú távon mi az, ami pozitív vagy negatív, tehát az, hogy egy szám volt el, azt nagyon sok, és akár a hirdezők, akár az olvasók oldaláról egy rossz visszajelzés jön, vagy egy mondjuk úgy, hogy bizalomvesztés a brand iránt, ezen nagyon sokat kell gondolkodni mindig. Tehát nem csak napról napra kell, hanem hosszabb távon gondolkodunk mi. Olyan név van, akit a legtöbbször követelnek az olvasóitok a labban? Hát mondom, ilyen szempontból tényleg akármennyire tudjuk, hogy Nóri is olyan fog betűzni, Ördög Nóri, Klaudia még mindig azért ott van a topban, Szabó Zsófit szokták emlegetni, Sarkakat, tehát azért lehetne még itt szemezgetni a celeb lányok. Nem én voltam. Most én csak én nevettem. Csak a... De még egy Sarka Hajdupáros együtt címlapon, az se rossz szerintem. Én azt gondolom, hogy jó. Igen. Akkor elköltözök az országba. Akkor perelek. Igen, akkor perelünk. Nem tudom, Peti tud egyébként spárgázni. Tud, hát ő a küzdősportos. Egy címlapért bármit. Hát egy görkörival. Tudjátok, egy görkörival. Kis erőfeszítéssel egyébként le tud googolni szerint. Ha nem nagyon szorítja a karateruhája, amit kihízott. Így van, vigyázni kell. Ne pokkol tornált a gyerekek. Az biztos. Ez is közben a múltkor is hízott 4 kilót, és nem tudta bevenni az övé.
fejét. Feri csak ránézett egy lekváros fánkra. Na jó. Oké, pedig följük a győzőt, közöljük fel a rossz hírt, jó? Mert akkor ennek kicsit még a végére járunk. Imádunk, szeretünk. Aztán lehet, hogy jönnek fel a Gáspár család kaszába, kapával hozzám. Végen, végen lesz, ott állnak a szerkesztőség előtt ma reggel, úgyhogy kapaszkodják. Meg most már hajdúék is. Tényleg, szép nap volt. Hát köszönöm nektek is miért. Peti, vigyázz magadra, köszönjük, ciao. Hello, hello. Pantl Péternek, köszönjük szépen. Hát igen. De most gyorsan hívjuk fel a győzőt. Már nem veszi föl. Ja. Alszik még. Ja, 8:30, akkor nem. Lehet, hogy együtt edzenek a Péter. Gyere már be, Anna. Na? Beszéltem már vele, tehát nem alszik, nem. Szerintem hallotta a beszélgetést, és nem akarja fölvenni. Ennyi, ez a véleményem. Ja, tehát egyszer most fölvette. 8-as hírekkal beszéltem vele, hogy ébren vagy egy győzik, hogy lehet, hívjuk. hogy fogok csörögni. És akkor felvette. Persze, elsőre, kisebb csörögni. Ott vagy. Tehát akkor ezt értsük úgy, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta azt a hírt, hogy megint kamuzott. Nagyon diplomatikus vagy, János. Igen. Tehát ez lehetett. Nem mindegy. És amikor fölvette, mondta, hogy persze itt van? Figyelj, kisebb csörögött mód volt a vonalba. Jó, neki most nagyon kell. Így van, de most már nem. Mondtad, hogy ne lehet, hogy hívjuk, legyen elérhető, és már nem veszi föl. Így van. Próbáld meg még egyszer, lehet, hogy csak ki kellett menni megetetni a jószágot. Négyszer próbáltam, de megpróbálom 5-5-re is. De lehet, hogy edz. Mit csinál? Edz. Kockás. Nagyon sokat edz most. Ja, most tudom, most van valami sorozat, vagy csinált, vagy mi volt, hogy vetkőzött, vagy nem. Gladiátor lett? Vagy? Igen. Gladiátor lett. Igen. Ne, először kellett volna ütni, most azon gondolkozom, hogy először kellett volna rá, csak mondja el, és akkor utána a Petit, mindegy. 8:30 volt, pontosan 1 perccel lehet jelentkezni hármasugrásra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 múlt, vagy lesz még csak 2 perc múlva. Elmött a Szeged felé trafi, a 44-es kilométer kő körül a pihenőből mérnek. Szép napot mindenkinek, Laci. Nekik elment a hangom. Hova? Tessék. Trafipax a Bokorban, M3-ban, 107-es kilométer Nyíregyháza felé. És a Savoya Park után a kanyarban a kifelé menőket szintén mérik. Nyíregyháza 106-os, igen, ezt mondtam az előbb, ez az M3-as. Füzesabony után Eger felé szintén van egy Trafipax, ez a 33-as főúton van. És 22. kerület Trafipax a Hunyadi utcában a határút felé. Budapest felé az M3-ason szintén fotóznak. Kirajzottak megint. Hétfő van, új nap, új lehetőség. Igen. Elindultak. Hát úgy megérkezzen a büntetés karácsony előtt. Már kinek nekünk? Ne zavarjon be majd a bevásárlás. Nekünk egy hét alatt kint van. Igen? Persze. Gyorsak, már ki van építve a rendszer. Talán az autópálya matrica, a hibázol, az egy kicsit lassabb, de maga a büntetés, az egészen gyorsan kint van szerintem már. Nem sokat tökölnek, nem? Igen, az ember olyan erre van, bárcsak minden ilyen flottul, nem? Vas megyéből jön a levél, akkor már ott már nagyon, nagyon szorulhatsz, igen. Jönnek még tippek egyébként, hogy kit látnának szívesen az olvasók. Jó, te hát téged, de ezek a kevésbé beolvasható verziók még, hogy ki lenne jó szívesen, igen. Azt érek, hogy a Prügyi duót még magad mögé állítanád, az dobna az elmondásra. Jani fantáziája elindult, hogy milyen képeket lehetne még csinálni egyébként. Ja, igen. 10 percig ezt hallgattam, hogy tudna még engem mesztelenül elképzelni. Tetszik, hogy így tetszik ez neked? Én biztos vagyok benne, hogy egy iszonyatosan sikeres lapszám lenne. Tehát, hogyha én lapigazgató lennék, meg vezére, meg mit a felelős szerkesztő, vagy nem tudom mi, a News is magazin, én biztos, hogy csinálnék egy ilyen a világ legismertebb képei, hogy az amerikai katonák kitűzik a csillagos sávos lobó Iwo Jimára, és te is ott állnál mesztelen. Csak egy sisak, egy roham sisak lenne rajta. A többi katona között ruhában vagy? Igen, megy és a hátad. Mindenki ruhában, de te messze. Mindenki ruhában, és én messze ruhában. De, és nagyon komoly arccal. Pucsítva. Iszonyatod, leghátul? Igen. Leghátul szépen pucsítva, igen. Na jó van. Oké. Okay. Játszunk akkor valakivel egy jó kis hármasugrást, már is itt van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Robi, hello, jó reggel! Szia Balázs, ciao. Hello. Sziasztok, Feri, Jani. Sziasztok. Hello, Robi, honnan hívsz minket? Autóból Liszt-Feri reptér, felemegyünk kifele pont. Na, valóban utaztok esetleg? Nem, rokont hozunk haza Olaszországból.
Class FM Morning Show-t. Ja, közben beszélek, bocs. Hármas ugrást játszok. De kivel beszélsz közben? Ja, közben meg a páromat felhívtam, hogy... Ja, hogy két telefonban egyszerre? Hát próbálok valami alternatívákat, valami segítséget kérni. Aha. De várj, akkor két telefon van a két kezedben, de akkor hogy vezet? Nem én vezetek, a testvérem. És én ott, csak utas vagyok. Ja, és ott ülsz az anyósülésen kettő darab telefonnal a kezedben. Pontosan, és szerettem volna nektek írni, vagy hívni titeket, hogy kínálnak a rendőrök itt egy gyorsforgalmi úton három lábúval. Köszönjük szépen. És miért kellett kettőtöknek kimenni a rokonért Olaszországba? Nem akart hazajönni? Ott van veled, Ritko is. Nem, én csak unatkoztam, otthon mondom, eljövök én is, csak ücsörögjek a kocsiba, beszélgessek, ne jöjjön egyedül a tesó. És magyar rokon, aki hazajön látogatni, vagy olasz rokon? Nem, magyar a rokon, csak a lánya kint van Olaszországban. Magyar rokon, Francesco. Ilyen elszámolási ügyeket megbeszél. Na jó, oké. Kiment a lottónyereményt elrakni kintre. És a párod most ott áll a munkahelyén, szintén a fülén egy telefonnal, és várja, hogy kapja a kérdéseket. Igen, így van. Várja a kérdéseket, meg a tesóm is itt mellettem, meg a párom is várja a telefonba a kérdést. Nem vagy egy túl magabiztos ember, hogy ott vagytok ketten az autóban, de te még egy másik telefonnal felhívtad gyorsan a párodat is, tehát itt van. Hát jó, mondjuk szoktalak hallgatni titeket, van mikor tudom a választ, tehát például a Dolly-ról is tudtam, meg a Tiszát is pénteken. Meg a Gyuri bácsi, szerintem a Gyuri bácsi, hallod, az egy fiatal srác lesz, és Pista? Azt szerettem volna ahhoz, vagy a Pista bácsi. Uh-huh. Pista bácsi, szerintem ha meg fogja kapni a nyereményt, akkor fel fog titeket hívni rendes hangon. Ja, ha megérkezik a nyeremény. Uh-huh. Persze, csak addig szerintem nem fedi fel magát a Pista bácsi. Én szerintem a magyar mentalitás. Ja, mert fél, hogy akkor elvesszük. Aha, persze, lehet, hogy nem külditek el neki az ajándékcsomagot, majd csak akkor, amikor már megkapja, utána megmondja, hogy én voltam. Én szerintem. Meglátjuk. Én azt vallom, az a kaotikus pénteki nap. Igen, az egy érdekes nap volt. Jani, milyenek a kérdések? Az első kettő az szerintem viszonylag, az első az könnyű, második viszonylag nehéz, a harmadik nehéz. Akkor egy klasszikus felépítés. Jó, de hárman vannak, tehát a család, telefon, mindenki ott van. Nem olyan hangja van egyébként a kérdés hallgatónak, mint a Norbinak a gyártásunkról. Figyeljétek, csak beszélj egy picit. Egy az egyben, mint hogy az egyik kollégám beszél. Norbi, ugye nem te vagy az? Én nem Norbi vagyok, én Robi vagyok, majdnem Norbi. Nekem ez nem ugrott, de Norbi is. Nekem sem. Lassabban beszélj egy kicsit. Tényleg. meg a hallgatók nem tudják ki a Norbi. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Melyik az a nap a néphit szerint, amelyiken ha esik az eső, akkor 40 napon át esni fog? Medárd napján esik, 40 napig esik. Tesód, hugod, anyád, nővéred, nejed, ki volt? Francesco még a leszállógépről kis, ki volt? Te voltál, vagy valaki benyomta? Hát ezt tudtam, de a párom közben meglökte a medárdot. Uh-huh. Ő most mit csinál, munkahelyén van éppen, vagy otthon? A párom a munkahelyén van, igen. Munkahelyén van. Jó, menjünk tovább? Hát még próbáljuk meg a másodikat, igen. Így szól a második kérdés. Az Egyesült Államok melyik partvidéken található Boston? Egyesült Államok part, melyik? Keleti partvidéken. Itt már azért kellett egy kicsit gondolkodni. Hát jó, azért most gyorsan hol van Boston, igen, azért... De azért még szerencse, hogy gondolkodott, mert így megmondta a választ. Bizony. Csak rábök valamire. Látod, mindenki bevariasztva is közben tette, tudod ezt. Azért el kellett képzelni Amerikát hamar a térképen, keleti partvidék vagy hol van. Menjünk tovább. Jó, megpróbáljuk a harmadikat? Megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Így szól a harmadik kérdés. Melyik emberi szervben található a csarnokvíz? Emberi csarnokvíz. Szemben. Figyelj, nagyon jó vagy. Ez nem volt könnyű kérdés. A szem. A szem, így van. Ezt is te tudtad, vagy ezt a párod, vagy a tesód mondta? Ezt a párom mondta, most a tesód meg se szólalt. Nem, hát szemet kérdezte. Szemet kérdezi. Nem Francesco. A tesód elég csendes egyébként, ő nem akar nagyon beszélni. Na jó. Elég csendes, nem akar megszólalni. Oké, figyelj, ügyesek voltatok, megvan az ajándékcsomag, dedikáljuk is a bögrét is, az egér alá tételt, tehát a szatyrot, mindent, jó? Jaj, de nagyok vagytok, köszönöm szépen, Klassz FM a rádió.
Hello, Robi, ciao. Arrivederci. Hello, ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Jön ez a hidegfront, vagy nem? Jön. Nyomott, de valaki fején vágott van. Jön. Hát igen. Viharos szelet, orkán erejű, északi szelet. Tehát nem, hogy nem mozog a fa, konkrétan semmi. Mert nincs. Ma még nem mondták, ma 20 fokot mondtak. Mára, ma azt mára? Mondták. Mára? Olyan szél, igen. More? More. Mára, more, mara. Szoszi, more. Várjátok. Aha, jó, figyelj. Két évzik már. Na. Nem veszi fel. Pistabá. Ja. Nem, Pistová. Hát csak el, itt van a szám folyamatosan, Anna minden reggel elküldi, hogy bármikor, amikor akarunk csörögjünk rá, nem vette föl. Ki fogjuk deríteni? Mert 8 után dolgozik, 8 előtt. 8 előtt kell? Szerintem 8 után. Igen? Már hol dolgozik a kertbe? Na persze, kim van már olyankor. Akkor az őszi napsütés melegíti a csontjait. Akkor a büdös nagy kamu gyerekek, hogy le akarom buktatni. Tehát, hogy ezt még egyszer le akarom buktatni. A hétvégén egy csomó emberrel találkoztam, két típus volt. Az egyik, hogy lehet autót ásni, kifelé mit kell tenni hozzá, hogy pénteken jöhessenek az ásni, a másik pedig a Pista bácsi tippelő. Hát az nem hallottad, hogy milyen? Az vidéki, hát az ő volt. Az nem kamu, az igazi. Hogy már beszopjátok ezt, hát ez egy 14-es kamu volt. Na, ha már viszont az ásást mondod, ugye most pénteken történik egy nagyszabású játéknek a finise tulajdonképpen, amikor is na, a kiválasztott hallgatók majd kiássák magát a műsort, képletesen mondva, ugye kiássák a Morning Show üvegstúdióját a Chevrolet Trexel együtt. És rengetegen mentek már regisztrálni, de még mindig van lehetőség elmenni valamelyik Chevrolet márka kereskedésbe. Regisztrálni, beküldeni a családot, minden nap fölhívunk valakit, akik pénteken ott lehetnek majd az ásáson, vagyis pénteken valaki autótulajdonos lesz. Ugye? Ha sikerül bennünket kiásni. Igen, ez a lényeg. Elég fontos része a dolognak a részemről. Ez egy fontos része, így van, Chevrolet Trexet adunk valakinek pénteken, már egy ilyen előkarácsonyi ajándékként, ehhez kell bennünket kiásni majd, hogy lehet regisztrálni, el kell menni Chevrolet márkakereskedésbe, regisztrálni, és már is bent vagytok a játékban. Többen is mehetnek a családból, bárki elmehet, egy ember nem mehet többször. Az biztos. És annak kell jönni ásni, akit sorsolunk. Tehát a nagymamát ugye egy 80 pluszban regisztrálod, és te majd elmész helyette, az nem működik. Tehát a nagyi fog ásni. Nagyon konkrétan ásni kell, földmunkát kell végezni. Igen. Van egy segítség, hogy hol lehet ma menni regisztrálni. Ez a székesfehérvári Alba Pláza főbejárata, ahova szintén el lehet menni a fehérváriaknak, ha nem akarnak Chevrolet márka kereskedésbe menni. Ott, aki regisztrál, az részt vesz a játékon. Utána már csak annyi, hogy figyelni kell, hogy kit hívunk 10 óra után, vagy 10 óra előtt pontosabban. Ugye, hogy meglegyen az adott ember mennyiség, aki ás. Mi péntek kora reggel lemegyünk a föld alá, minket szerintem ott 5 órakor már betemetnek, tehát onnan ki nem jövünk. Minket és az autót, ezt a gyönyörű kis ötszemélyes crossover. És utána a kiválasztott embereknek kell ásni. Kiválasztott pedig regisztrálás alapján lehet, ez a játék lényege. Ha nem ástok ki pénteken minket, akkor nincs autó. És adás se hétfőn. Mert akkor Bobkettel kell minket kiszedni. Igen. Úgyhogy nem késő, tessék még menni, rengetegen regisztráltak már, tehát sáskajárás van a márkakereskedésekben. Lehet menni 9 óra után, hívjuk majd a mai napi nyertest, aki ott lehet velünk pénteken. Nyom? Mert még szerdáig lehet, ugye? Azt hiszem, szerdán lehet még menni. Szerdán van az utolsó nap, amikor lehet még regisztrálni. Egy autóért ennyit megtenni az semmi, nem? Hát és nagyon jó kis autóról van szó. Egy jó kis városi SUV-ról. Igen, egy jó kis crossoverről. Úgyhogy ezt adjuk oda valakinek pénteken. 5 perc múlva, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. 4:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M5-ös Budapest felé forgalmas, de jól halad. A román kollégák elfogytak már. Ezt Big Face írta nekünk. Köszönjük szépen. Máté Szalka Debrecen között a 471-es úton már a második településen igazoltatnak. Sesták írja. És M3-as, 42-es, 43-as kilométer között Miskolc felé külső sáv lezárva. Útfelújítás miatt Béla papa az Ivekós üzeni. M5 Szeged felé trafi a 44-es kilométer kő körül, a pihenőből mérnek ráadásul. Szép napot mindenkinek üzeni Laci. M3-as 107-es Nyíregyháza felé trafi, és a Savoya Park után a kanyarban kifelé menőket mérik. Oké. Okay.
M3-as autópálya Nyíregyháza 106, ezt is mondtam, 33-as Füzesabony után Eger felé van egy trafipax. És egy-két kérdés az elásással kapcsolatban, illetve pontosabban, hát hogy is mondjam, fontos információ először, hogy nem érdemes az utolsó napra hagyni a regisztrációt, mert ha az utolsó napra marad a regisztráció, ott nagyon sokan mennek majd márkakereskedésekbe. Ha sokan mennek, akkor aznap kevesebb az embernek az esélye, hogy kiválasszák. Tehát ezért érdemes inkább még ma elmenni, holnap elmenni, mert szerdán biztos, hogy roham lesz. Akkor kap mindenki ez, hogy úristen, utolsó nap. El kell menni regisztrálni, hogy pénteken ott legyünk az ásáson. Az utolsó nap mentek ásni, vagy már holnap délután, és mi szerdán azok közül választunk, akik már a nagy rohamban mentek, az utolsó nagy rohamokban, akkor sokkal többen mennek majd el, tehát kevesebb az esélye, hogy ott bekerüljetek. Úgyhogy szerintem a mai nap még a legjobb. Meg hát persze lehet menni holnap-holnap után is, amíg tart a dolog. Még csütörtökön is hívunk majd embert, de a lényeg, hogy minél gyorsabban belegyetek regisztrálva. Székesfehérváron az Albához kell ma menni. Az egy pláza, ugye? Igen. És akkor ott, ha valaki nem tud elmenni Chevrolet márka kereskedésbe. Így hozzájutni egy autóhoz, egy regisztrálás nem. Fél óra, meg egy ásás 3 óra, és megvan az autó, nem? Melós, de nem rossz. Melós, igen, de hogy azért ez egy jó dolog. Ki lehet jönni nézni az ásókat? Hol van valaki, van egy ilyen perverziója, hogy oda jön? Tudjuk azt már, kitaláltuk már? Szerintem igen. Hogyne? Igen, hogy persze. Oda jössz, mert benneket még nem látsz. Mert ha valaki izgul értünk, hogy esetleg... igen, mi lent leszünk a föld alatt, igen. Feri, lenne egy kérdésem, a föld alatt hogy fogsz cigizni? Üdv, Pedro. Ja, Istenem, hát, hagyjuk. Nem tudtok már erről leszakadni. Mi az, hogy sehogy? Bocsánat, nem vagyunk 4 órát. 4 órát lent leszünk. Tudom, a szenvedélybeteg vagyok, és egy szemét... semmire kellő ember, mert figyelj, dohányzom. Hihetetlen jól ismered magad, Feri. Egyszer elviselheti. Hihetetlen az önismereted. 7-kor és 8-kor van egy izé cigi szünetben. Régen is rettenetesen irítál, de mostanában, hogy azt a büdös ukrán festett szívod. Igen. Hihetetlen, hogy te is támogatod a fekete kereskedelmet. Miattad esett vissza a trafikosok forgalma, mert nagyon. Te is támogatod a fekete kereskedelmet, és kínai cigicipsz. Nagyon egyszerű. Éjszaka dohányzol meg jó sokat, előre dohányzod magad. Alszom, tudod? Akkor, amikor felkelsz, 3-at szívsz, nikotinmérgezéses állapotba jössz be a stúdióba, 10-ig ürülsz, és 10 órakor, mikor kiürültél, szépen följössz a felszínre, köszönöm azoknak, akik hiástak, és újra rágyújtasz. Ott nem lesz dohányzás. De csak mondanám, hogy nincs... H2-1 az arány, tehát nagyobb részben nem dohányzó a helyiség, kisebb részben 2x7-kor és 8-kor, mert 9-kor már ugye kijövünk, reményeink szerint kiásnak, tehát 7-kor és 8-kor van egy-egy száci. Nyilvános helyen nincs dohányzás. Nekem a föld alatti rész az ugyanolyan nyilvános hely, mint a te busz megállóban dohányozni. A föld alattiban sem dohányozhatsz, ez pedig a föld alatt van, érted? Rágyújthatsz a metrón? Jó a kérdés. Tudod? A metró az mozog, ez meg nem mozog. Ez egy állomásnak számít. És egyébként gondolkodok rá, mert beszéltünk a Gyulával arról, hogy lehetne ezt megoldani, és azt mondta, hogy alapvetően mondjuk le lehetne húzni egy csövet, egy ilyen gége csövet, szabad belefújnát, csak akkor meg az ások kiszúrják, hogy hol jön fel a füst, és ott kezdenek el ásni. De a gégecsövet arrébb lehet vezetni, tehát ez még elterel. De hova lehet tér? Például, és akkor átvonul mindenki. Jó, lecsináljuk már ezt, tehát értelek benneteket. Ki lehet zsákba fújja. Tényleg nem tudsz ennyire a testi ingereiden, a különböző vegyszerek által mérgezett testi reakciódon uralkodni, hogy nem azt mond, hogy 4 óráig, én most nem gyújtok rá, függő vagyok, kényszeres vagyok, beteg vagyok, azt mérgeznek, nem. Hagyom magam. Beteg most... és ütök is, tudod, amikor már egy idő után nem tudok rá. De most tekintette vagyok rátok, mert a passzív dohányzás még nagyobb szíves, mint a sima dohányzás. Ezért bizonyított is legyetek tekintettel rám. De hogy? Mert például itt se dohányzom, látod? Milyen rendes. De azért, mert nem lehet. Aha. Nem vagy tekintettel ránk, hanem betartott egy jogkövető állampolgár, vagy betartod azokat a szabályokat, amiket hoztam. Így van. Tekintettel vagyok rá. Kivéve a dohányzott. Kérek az önkormányzattól egy állásfoglalást, hogy a föld alatti rész az ugyanúgy közterületnek számít, már pedig ha igen, akkor te ott nem tudsz rágyújtani. Hogy megyünk ki pisilni? Na, ez a nagyobb kérdés. Nem, mert a nagyobb kérdés az a kaki. Old már meg. A dohányzat kakiad is kell. Tehát azt old meg. Hát most... Nekem nincs ilyen összefüggés, hogy ahogy rágyújtok, mert nem kell. Lesz ott mobil WC. Én bepelenkezlek, ha akarod. Lesz mobil WC, de odafönn. De be is hintőporozol? Hát, ha piros a popsi, akkor igen. Ha fölöslegesen nem hintőporozok. Nem szeretném, hogyha nagyon összedörzsölödnénk a kis farpofajm, aztán sebesen jönnék fel. Ha úgy látom, hogy kell egy kis neogranormon, vagy egy kis hintőpor, vagy valami, én bekerem a popsidat, és nagyon jó vagyok pelenkázásban. Törlőkendővel, kettő kendővel, nagyon takarékosan, fényesen nyallak.
Nyalás is lesz, nagyon jó. Akkor, ha nem úgy értem, bocsánat, ha ti jaltok, akkor én dohányozhatom. Semmi más, de hintőpor az elég. De tényleg mi lesz ott? Ott rituális a 6 órakor felrakunk magunkra egy pelenkát? Csinálunk egy fotót, felrakjuk a Facebookra, és ott ülünk 10-ig hát pelenkában? Vagy illetve Ferire kettőt, azt összeöltjük valahogy meg pelenka öltésre. Hát akkor Feri, Feri, Ferika, Föra, Ferike, 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 felrakunk egy inkontinencia betétet és egy lepedőt. Jó, már így jó lesz, jó. Éreztem, hogy van ebben még, tehát már a dohányosokat ütöttük, most még a... Kérdezik, alkoholt viszel, Feri? Persze. Tényleg, hogy bírod ki 4 óráig, hogy ne igyál? Mi lesz ott veled? Hát, mert például repülőgépen se lehet dohányozni, és szoktam repülőgéppel utazni. Hát na, mindig hát részegen ülsz. Mindig be vagy. Nem mindig részegen. Csukra részegen. Nem iszunk. Tényleg? Azért... De repülő lehet inni, nem? Hát lehet. Hogy lehet? Kis piákat. Aha. Hát akkor... Hát kis piákat megmozdok, ha veszel, akkor lehet. Hát attól függ, milyen gépen. Ha fapadosan utazol, akkor ott nem nagyon adna. De egy normális noti adsz. Bort, vörös bort, hát nagyon komoly piák nincsenek egyébként, igen. Na jó, hát vannak itt még kérdések. Mi van, ha odajön 10 000 ember? És elkezdenek egyszerre ugrálni, tessék. Akkor mi van? Akkor? Hát utcabál. Nekik. nekünk az ott a föld alatt, az nem biztos. Azt hiszem, hogy 1000 jöhetnek oda. Tehát több nem. Mondjuk majd ezeket a részleteket. Fondom, most egyelőre az a lényeg, hogy mindenki menjen regisztrálni, és utána. Na, viszont... voltam valahol hétvégén, de nem is ez a lényeg, hanem kezembe került egy olyan dolog, amiről az emberek már elfeledkeztek, viszont szerintem mindenkiben nosztalgikus élményeket ébreszt, és jó egy kicsit erről beszélni, mióta a családdal azonnal megbeszéltük. Meglátogattam az én drága nagymamámat, és neki matávos telefonja van. És olyan matávos telefonja van, hogy csörög is. Ugye? Hát, nagyon jó. Hát, kutyafáját mik vannak, mi? Van még matáv. Hát igen, fura egyébként, fura volt már önmagában azt látni, hogy vonalas telefonja van még. Igen. És az a vonalas telefon volt neki a kis kábel végére felkötve, amit mi üzenetrögzítős telefonként használtunk a 90-es évek, hát, hogy elején, közepén és vége felé. Ez a következőképpen nézett ki. Volt egy kagylórész, a gombok, és fölül egy felhajtható kis ablakocska, amin ott lapult benne egy kazetta. A kazetta. Volt egy kicsi LED lámpa, ami ha pirosan villogott, volt üzenetet, ha zölden villogott, akkor nem volt üzeneted. Megnyomtad a play gombot, lejátszottad, visszatekerted a kazettát, és beállította önmagát ugye oda, ahol a család, vagy egy ember, vagy a családfő felmondta az üzenet rögzítő szövegét. És elkezdtünk erről beszélgetni, illetve felelevenítettük azokat a pillanatokat, amikor ugye ez bejött. És a család körbeállta, elhiphappolta, apuka elkezdte, anyuka befejezte, a kis testvér odajött, a kutya beleugatott, felbontátok az üzenet rögzítő szövegeket. És eszembe jutott, hogy ha ezt most az emberek visszatudnák hallgatni, hogy miféle borzalmakat követtek el egy ilyen audio-vizuális környezetszennyezés keretein belül, az döbbenet. Hát már úgy kezdődött, hogy na, szerinted megy? Igen. Apu, beszéljél már, na! És ugye az volt, hogy a sípszó után neked el kellett mondani. Elindítottad, felvételre tetted a telefon, és 30 másodpercet volt, hogy a család felmondjon valami nagyon szellemeset, nagyon frappánsat. Jaj, itt vagyunk, jaj, de nem vagyunk, jaj, de mondd el mégis, ha minket keresel szöveget, amiből egy ilyen szörnyű dolog született, és aztán ezt te büszkén kitetted, mutatva azt, hogy te milyen szellemes családban élsz. Nem? Háló, horvát család üzenet, hogy apa, kussoljál már! És utána tudtál. Sírtuk a rögéstől, mert arról beszéltük, hogy tényleg nálunk ki mondta fel, hogy mondta fel. Mi csináltunk olyat, hogy tényleg apuka elkezdte, jött anyuka, a tesóm beszállt, én a végére kicsit hip-hopolva fölmondta még valamit, odahoztuk a papagájt, kutya beugatott. És hát ezek ilyen szörnyű dolgok voltak. Sajnos meghallgattam, mert nem tudtuk, mert maga a kazetta eltűnt. De szerintem ez mindenkinek egy nagy pillanata volt. Aztán ugye később jöttek a mobiltelefonok, ott is felmondtál különböző szövegeket a te telefonodra. Eljátszottad, mint a fölvetted volna, majd mondtál egy szöveget, végül kiderült, ez csak üzenetrögzítő, már előtte ott volt egy sípszó. Ezen mindenki végigment, nem? Igen. Vadonlakás, típushibás az üzenetrögzítő, ne hagyjon üzenetet, nem tudjuk visszahallgatni. Ezt te mondtad? De utána ott volt a sípszó, hogy lehetett volna? Annál már őszintén azt mondom, hogy ne hagyj üzenetet, mert úgy, tehát nem érdekel, nem hallgatom vissza. A mobiltelefonon is volt, lehet, hogy ez ma is. A mobiltelefon szerintem már az emberek többségének nincs hangpostája. Vagy ha van, akkor is csak szám van. Tehát ez, hogy te még fölmondasz egy szöveget a te hangpostádra, ez 10-ből 10-nek már nincs. Nektek van hangpostátok? Vagy nem tudom. Vagy volt szöveg?
Nem. Nem volt, csak nem. Gépi hang a volt, gépi ugye? Hang, persze. Hát régen volt, nagyon régen. Most már... Mi volt a szöveg, emlékszel még? Hú, valami ézé, vagy eleinte ilyen valami nagyon vicces volt, vagy Jani viccesnek vagyok. Szánt. Próbáltad eljátszani, hogy te vagy, mintha felvetted volna, a halott esek mondjad. Jó, és na például ez egy nagy klasszikus volt, én hogy haló, imádtam. Mondjad, itt vagyunk, ez csak rögzítő vicc volt, hagyj üzenetet. Ezt elsütötted, vagy ez de, volt? Nekem is volt ez a halott esek Vadon János üzenet rögzítője. De nyomor. Jó, én ezt szerettem. Jó, de előtte ott volt egy sípszó, tehát aki ez nem volt teljesen hülye, az tudta, hogy te már te nem a rögzítőd, de, vagy nem veled beszél, nem a rögzítővel. Én sokan ráfutottam, tehát hogy gyere, akkor rohagy meg, Jani. És ez volt az összes volt üzenet. Igen, matán már nincs, már más van, de minden a lényeg az, hogy vonalas, ez a lényeg. Neked volt valami, vagy te mondtál, vagy belehápogott egy kacsa, vagy volt ilyen? Új kígyós. Azért közel harc, mert hogy kurblis telefonod legyen. Azt se tudtuk, mi az az üzenetrögzítő. Plusz nálunk egy nagymama mindig otthon volt, tudod? Tehát és akkor ő írta, hogy keresett a Lacika. Mit akart, mami? Azt nem írtam fel. Ez volt az üzenetrögzítődnek a szöveg. Igen, keresett a Lacika. Persze. Nekünk soha nem volt üzenetrögzítős telefonunk, soha. Nekem soha. Volt először a mobilon, de az meg csak ezt a számot. Mondjuk az is igaz, hogy nálatok minek, ott új kígyósan tényleg kimentél, belerúgtál a kakasba, a kettőt kukorékoztat, azt tudta Mari néni, hogy jöhet a tejér, nem? Tehát nálatok az kicsit máshogy működött azért. Ott volt a lármafa. Hát meg a tehénnyakára rákötöttük a dolgot, és átvitte ott igen. Az üzenetet. Te neked volt mondjuk még a plébániára bejárásod, félreverted a harangot, az lehet, az jó volt a term, és lehetett jönni borért, nem? Persze, jöttek a haverok. Feriék hívászat van. Egyszerű volt a dolog. Én vettem egyet, mert nekünk is ugye ez a hagyományos kis tárcsázós telefon volt, és vettem hozzá egy külön rácsatlakoztatható üzenetrögzítőt. És nem tudtam kezelni. Hogy a sima régi mattávos telefonra lehetett rádugni? Volt ilyen? Dugni, és mind a mai nap megvan, vettem hozzá ilyen kis mikrokazettákat, kis fehér készülék volt, és a szöveget ezt fel tudtam rámondani, visszahallgatni, szerintem egyszer nem tudtam. Egyszerűen nem ment. Nem ment, nem tudtam. Ugyanis kéz alatt vettem, és már nem volt hozzám meg a használt utasítás. És totál belezavarodtam az egészből, szépen visszacsomagoltam, és azóta otthon van egy dobozban. Minek őrzöd? Hát, ha majd egyszer találok hozzá egy használó tervűsítást, és vissza tudom hallgatni, hogy milyen baromságok vannak. Egyébként meg a kazett az meg tele volt. Rögzíteni rögzített. Igen, de nem tudtam visszahallgatni. Holnapra mondd már meg a típusát, és akkor neten rá kell. Vagy hát, ha hallgatónak volt olyan, is emlékszik. Concorde. Azt hiszem. Nekünk nem tudom, milyen volt a telefon, azt mondom, hogy egy BSF kazetta volt benne. Az volt a legdrágább, a kazetta. Az menő volt. És az eleje az mindig elhasználódott, mert ugye oda mondtuk fel az üzenetet. Akkor mindig kicsit előrébb kellett tekerni, és volt már, hogy annyiszor mondtuk fel, annyiszor rosszul, hogy így tudta meghallgatni az, aki betelefonál. Nem mondom, mi csináltuk ezt, hogy körbeálltuk, és akkor kicsit mindenki bereppel a kazettába. Ha hallottál, sajnos nem tudtuk most visszahallgatni, de emlékszem, ha hallottál, már igazán nyomorult. Tehát, mi volt a repszöveg? Hát nem tudom, hogy itt vagyunk, gyere te is, mondj, tehát megpróbáltuk elenni, hogy mi egy ilyen jó fej. Ha éltél már nyomorult, tehát tudod, és valaki, aki telefonált, ami komoly ügy, és ezt ugye végig kellett hallgatnod. Szóval csak utána tudtál, persze nem tudtál. És úgy, tényleg, de hogy mindenki beleszólt, hogy... Vagy beleszóltunk, mondtunk az egész Sebestyi Balázs, Juli, Tamás, Istvitva Balázs. Igen, keleti oldal, nyugati oldal. Igen, azt a nagybabám nyomta. Igen, Döblés Zoli. Igen. Nem, de hogy tényleg milyen klasszikusok voltak, nézzünk egy-két üzenetet, hogy mit írnak a hallgatók. Ezek nagyon szép emlékek, amik ugye hát most már tulajdonképpen eltűnnek. Szia, mondjad, de csak a sípszó után. Erre például emlékeztek, hogy ez hány ember sütötte ezt el? Ez a szia, mondja, de csak a sípszó után. Egyik főnökömnek az volt beállítva. Tessék üzenetet hagyni. Ugyanaz a kaptafa, csak más. Akkor ez egy humorforrás volt. Persze. Tehát akkor az volt, hogy annyira vagy jó fej, amennyire jó fej a te üzenetrögzítő szöveged. És mindenki megpróbált nagyon, nagyon frappásat, nagyon szellemeset behozni. Nem? A legdurább az volt, amikor az intenzíves hang szólalt meg a rögzítőn. A hosszú sípszó után előtt kérem, hagyjon üzenetet. Ezt kis köcsi írja nekünk. Telefonon, mobilon se volt neked, Feri? Nem, nekem semmi? Csak nem értettem hozzá.
Hát csak a piros meg zöld gombot tudtam kezelni a régen. A mobilon volt sípszó mindig, vagy az később vezették be? Tehát csörgött, sípszó, üzenet, vagy azonnal jött az üzenet? Nem, előbb azonnal... az üzenet, nem. Előbb az üzenet, aztán a sípszó. De nem úgy értem, hanem amikor hangpostára kapcsol. Ugye most fölhívsz egy mobiltelefon, csöng, sípszó, és utána jön az, hogy 3-6-9, ha még valakinek van hangpostája, az elmúlt 10 évben nem használ. Nem hallottam. Nem volt előbb a sípszó. Fölvette a gép, igen. Be tudtad állítani, hogy mondjuk 3 csörgés után menjen üzenet rögzítőre, és akkor kiment a 3 csörgés, utána jött a szöveg, hogy ez itt a 3-7-8-5 telefonszáma, illetve itt ment az a szöveg, amit te felmondtál, és utána jött, hogy a sípszó után kérem hagyjon üzenetet. Így volt? Aha. Van egy ilyen, hogy kikapcsoltam a mobilt, hívjatok, megőrültök. Na, most megnézzük. Egy régi, régi klasszik? Igen, hát nem tudom. Na figyelj. Ja? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében hadd üzenet egy gyermeket. Teljesen. Hangposta fiókja. Jó, ha valakinek van még jó hangpostája, vagy nosztalgikus, írjon nekünk, hogy kikapcsolta magát, hívjuk fel, dobja el gyorsan az SMS-t, majd kapcsolja ki magát. Megnézzünk egy-két olyan hangpostát, ami most még szellemesnek mondható, divatos, nem a klasszikus, konzervatív, vitom, gépi hang, hanem olyan, ami mondjuk a régi időket idézi. Jó, tessék gyorsan kikapcsolni a telefonokat, előtte elküldeni egy üzenetet, hogy kit hívjunk föl, ez lehet akár vonalas szám, vagy lehet mobilszám, hogy megnézzünk még ilyeneket. Jó? Mindenki, akinek ilyen van. Mert szerintem már egyébként az sincs, hogy te visszahallgatod a hangpostádat. Csinálják ezt még mobilosok szerinted, hogy hangpostát hallgatnak vissza? SMS van már, nem. Hát minek? Van ilyen, hogy... De bár itt a hallgató, most hívtuk föl, van hangpostája. Igen, egy-egy, de szerintem ő is inkább a vicckedőbb. Jani, te ilyen elég konzervatív vagy, neked van hangpostád? Nincsen. Lemondtad? Nincs. Nem tudom, hogy volt egyáltalán. Mert én is ezzel vagy visszahívogatos vagyok, vagy SMS-es. A régi készülékem már volt, szerintem még egyébként mind a mai napig rajta is kellene, hogy legyen, de már ugye már nem, mert már. Az mi egyébként azt a SIM-kártyára rögzíted, vagy pedig azt a szolgáltató rögzíti? Azt a szolgáltató rögzítette, és akkor egy idő után megtelt a hangposta fiókod. És ugye te akkor beütötted a 9404, akkor meg volt a kódot, beadtad, és úgy tudtad visszahallgatni. Figyelj, arra emlékszem, hogy órákig tudtam venni. Újra és újra. Már mind magát a szöveget? Persze, mert lemaradt az első másodperc, mert rosszul fejeztem be, rossz volt a hangsúly, belebakiztam. Tehát így órákig vettem. Még tartottam a kis izémet, kis Nokiámat, és így mondtam rá szöveget. Halló. A teljesen, hogy a háló, de hülye vagyok. Na és persze így rajta van. De gondold el, hát akkor ezzel családok próbálkoztak hónapokon keresztül ezt felmondani, ott jól küzdöttem. Beállítani, így küzdöttél van, vele. Mobilra, vonalasra, persze. Elhagytam az üzemet, hagyjon nekem üzenet. Igen, ez sárdagabb egyszerű. Elmentem. Hagyja meg üzenetét. No. Ez volt a miénk. De nagyon rosszak ezek. Nekem a férjem mondta, rá, szia, Klári vagyok, hagyj üzenetet. Sziasztok, nekünk évekig ez volt a rögzítőn. Fodorék üzenője vagyok, nagyot sipolok, mondd el gondod, bajod. És mire megírták ezt a kis verset? De gondold, hogy a család összeült, és ezt egyébként kitalálta. Azt mondják, hogy előbb van a mobilon sípszó. Tehát, hogy pontosan azért, hogy tud. Én úgy veszem fel, mintha üzenetrögzítő lenne, és fütyülök a végén. Nagyon, nagyon jó móka tud lenni. Igen. Sziasztok, srácok! Remek a műsor, de azért sajnálok is titeket, mert reggelente soha nem tudtok ilyen jó reggeli műsort. Jó, mondom, akkor várunk még egy kicsit, jó, ha valakinek van jó rögzítője, hogy egy kicsit tudjunk nosztalgiázni, kapcsolja ki magát. Jó, írjon SMS-t, hogy kikapcsolta magát, és akkor felhívjuk. Pontosan 9:30 van, jövünk a reklám után. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy-két nagyon helyes rögzítő. Ugye arra kértük a hallgatóinkat, hogy kapcsolják a telefonjukat, és nézzük meg, hogy kinek milyen rögzítő szövege van, hogy egyáltalán divat-e még felmondani. Jöttek SMS-ek is, fénykoromban a következő volt a hangpostám, hello, háttérben bömböl a rádió, pillanat, lehakítom a rádiót, hangos léptek, rádió hangja csökken, hello, itt vagyok. Halló, ez egy üzenet rögzítő, ez egy hagyjál üzenetet, de rossz, de jó Isten. Kikapcsoltam, hívjatok, nem bánjátok meg, figyelj. Na, nézzük.
Hello, Midu? Hello? Nem hallak, várják, híjed megyek. Nincs tévedő. Hello? Hallasz? Hello? Nem gyanús, hogy a rögzítőmmel beszél? Kérjük a hangjelzést. Jézus Isten, jó. Jó, én ezeket nagyon, pont ezekről beszéltünk hétvégén. És teljesen hiteles. Van egy másik, figyelj. Szépen játszotta a szerepet. De egyébként jól hozta, nem? Tehát, hogy ez cuki. Ez inkább cuki. Ő egy két és hallatszik, hogy suttog a család a háttérben, hogy mondjad, hogy mit kell mondani. És felmondották egy 2 éves gyerekkel. És egyébként már 12 éves a gyerek. És azóta ez van? És azóta ezt használják, igen. Igen. Hát ezek nagyon helyesek voltak. A párom hangosája, halló, tessék, mondja hangosabban, nem hallom, hangosabban volt, mert ordítottam a végig, mire rájöttem, hogy a hangpostával beszélek. Jó napot, én a mikrosütő vagyok, az üzenetrögzítő szabadságom van, én helyettesítem, kérem, hagyjon üzenetet. Ez létező szöveg volt egyébként. Átirányítottam a telómat a ceglédi rendőrségre, volt meglepetés, aki volt kapcsolva, írja Lipi. Tudom, hogy hétfőben nem szoktatok valami igazán mélyet hozni ilyenkor, Bali, mi van a chemtrailrel? És mit csinált most a Prügyi Duó? Kérdezi valaki? De hiányzott ezt a chemtrail. Ilyen hülye üzenetrögzítő szöveg. Hihetetlen, hogy ilyen hülye üzenetrögzítő szöveg. Igen, lesz egyébként chemtrail. Nem sokára. Már megpróbáltak elhallgattatni. Több fórumon megkerestek éjszaka betörtek. Dokumentációkat vittek el a lakásból. De lesz chemtrail. Na jó, oké, hát ennyit az üzenetrögzítőkről. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Már közben láttátok az ásásról készült képeket? Ó, többenet. Az egyik kollega hozott be ide egy fotót, amin rajta van egy hatalmas munkagép, ami eltűnik egy még nagyobb gödörben. És ebben a gödörben leszünk bent mi és a Chevrolet Rex. Nem néz ki jól. De jól. Már hogy jó mélyen lesz, úgy értem, jó mélyen lesz. Nem, nincs semmi gondja. Picit meg van zuhanva. De a gödör nem rossz. Szóval, hogy jó mélyen leszünk. Kemény. Bizony. Hány méter föld van fölöttünk? Egy? Hát, 2 méter? 3 méter? Ez kibírja azt ásni az a pár ember? Én ezen gondolkodom, hogy ahhoz nagyon kell teperni. Nagyon kell ásni. Kell. Nagyon kell ásni. Ez egy 4 milliós autó minimum. Jó, mondjuk értem. Úgyhogy alapfelszereltség, de ez ugye extrás, úgyhogy ez az 5 felé közeli. Szeremünk, még az 5-ön is túl van szerintem. Én azért mindenemre akasztok egy lapátot, vagy akasztanék. Ha tudnál ásni? Hát de mi belülről nem is tudjuk ám kiásni, mert ugye a konténerben vagy. Bizony. Tehát át kéne előbb ütni a konténer tetejét. Nem, jásni nem tudunk, ott ez biztos. Ott nyomorultul elpusztulni. Ez az biztos. 8 perc múlva, pontosan 10 óra. De nagyon gerjedünk. Csabi, hello! Megoldom. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Szia! Nem én nyertem. Nem te voltál? Nem. Mert nem játszottam, tehát ez volt a... Gondoltuk meg, akkor megnyertem volna. Nagyon-nagyon érdekel a lélektana, tényleg. Az elsődleges hajó, lakás, takarék, arany, elszólt bankszámlák, ügyvéd. Nem ez, hanem hogy utána mi történik a családdal. Rég elköltöttem az összeset, de nem szeretném megnyerni. Igen, szóval, hogy milyen jellemtorzulás, hogy mennyi, hogy ami eddig fontos volt, fontos marad-e. Én szeretem az életemet úgy, ahogy most van, és biztos, hogy megváltozna, és azt nem szeretném. Biztos, hogy megváltozna. Nagyon. Nem tud nem megváltozni. Igen. Mert ott a kis ördög, mert ott a tudat, mert elkezdesz hozzányúlni. Nagyon izgalmas szerintem önmagában a dolog. Na jó van. De hát nem kell ezen izgulnunk. Ez de függetlenül független, néha kitöltök egyes szelvényt. Tehát, hogy... Igen. De hát most a 3 milliárdosat miért nem? Most ez a múlt héten pont nem valamiért. De egyébként előtte próbára szoktam tenni a szerencsémet. És aztán mindig kiderül, hogy annyira nem vagyok ilyen szerencsés fickó, hogy így rám mosolyogjon, hogy csak így a zsebembe valaki a semmiért beletegyen ennyi lóvét.
de szeretek érte megdolgozni. Hát nyilván nem az semmiért kapod, az kapja, akinek ezt ugye majd meg kell tanulnia, hogy mit lehet ennyi pénzzel csinálni. És tehát... azt nem lehet, hogy ő tudja, és csak úgy kap, tehát olyan nincs. Nem, lehet, hogy azért kapja, hogy verjen az egész összeg seggére egy év alatt, és tapasztalja meg a legnagyobb mélységet, a legnagyobb magasságot, majd megint a legnagyobb mélységet. Tehát, hogy ezek nem történnek ok nélkül. Ha most ezt valaki tényleg megnyerte, akkor az okkal kellett, hogy megnyerje. Kérdés, hogy mit kezd vele? De olyan tényleg nincs, hogy ő ért a pénzhez, nem fogja elcseszni, még szaporítja is, jó dolgot csinál bele, és a jó Isten úgy dönt, hogy aki beszél. Szerintem, aki igazán ért a pénzhez, aki pénzzel foglalkozik, tanulta a pénzkezelést, ért a pénzhez, nem vagyok benne biztos, hogy az ugyanakkor lottózik. Aha. Tehát inkább az lottózik, aki élete utolsó fontos esélynek tartja, hogyha nyer, akkor megváltozik az élete. Nem? Tehát szociológiailag, ha megnéznénk, szerintem inkább azok lottóznak, akik gazdagok szeretnének lenni, azért, mert nincs. Aha. Tehát a gazdag ember. És nem a pénzzel foglalkoznak, nem? Ha pénzzel foglalkozol, akkor tudsz valamennyire pénzt csinálni. De a játékélménye is. Az is, nyilván, hát persze, vannak ilyenek is. Vannak ilyenek is. Na jó, hívjuk akkor először a potenciális autónyertest, ugye, aki elment regisztrálni, egy olyan hallgatóról van szó, és ott lehet pénteken az ásáson, és lehet, hogy ő lesz az autó tulajdonos. Rögzítő lesz. Akkor rámondjuk. És ilyenkor? Most mi van? Nem veszi fel. De mi? Megpróbáljuk még egyszer. Nem kell. Jó, megpróbáljuk még egyszer. És akkor utána hívjuk a naphallgatóját. Lehet, annyira izgul, elfelejtett, hogy regisztrált? Nem? Akkor az izgalom? Hát, hogy le van halkítva. Mi van, te gyönyörködsz az autóba? Azért elcsendesedtél, álmodozol? Hát, hogy csinos kis kocsiról van szó egyébként. Akkor te fogsz az autóban ülni, akkor téged már nem zavar. Nem tudom, miért nem veszi fel Móni. Jólás? Ez az én telefonom, bocs. Igen, tessék. Jó reggelt kívánunk, hello, Éva. Évát keresünk, Balázs, Feri, Jani, Csabi, hello. Éva, igen. Szia! Éva, honnan írtál nekünk? Öcsödről. Éva, hello. Te voltál regisztrálni, azt az információt kaptuk, hogy te beregisztráltál, vagyis részt szeretnél venni a játékon. Tegnap voltál. Uh-huh. És jó egészségi állapotban vagy? Hála Istennek. Nagy, mert tudsz ásni. Ugye? Azt még tudok, nagyon, igen. Nagyon, jössz. Tehát örülsz, hogy ott lehetsz és ásol. Sokkot kapsz. Hát ha ott lehetek, akkor nagyon fogok örülni. Hát Éva, a helyzet az, hogy várnánk téged is szeretettel pénteken, jó? Te is úgymond kiválasztott vagy, ott lehetsz, áshatsz, és ha szerencsés vagy, és mázlid van, és olyan ládikot találsz, amiben az a sluszkulcs van, ami nyitja az autót, akkor autó tulajdonos lehetsz. Ó, nagyon jó lenne. Bizonyám. Én egy kicsit mindig magunkért is izgulok ilyenkor, én azért kérdezem ezt, hogy van-e erő, de ne felejtsétek el, nekik az autó a tét, nekünk az élet. Igen, igen. Van autó a családban? Igen, van. Régi, új? Hát már elég régi. Majdnem 20 éves. Ó, nagyon jó. Az nagyon jó. Az akkor te vagy a mi emberünk. Akkor oda is el kellene egy új autó. Majd, szuper lenne. Majd nézd meg, menj fel a Chevrolet-nak a honlapjára, ha eddig még nem tetted meg, és nézd meg ezt a kis Trax-et. Lehet álmodozni róla. Ki is próbáltam tegnap. Tényleg? Ültél az autó? Mesélj róla egy kicsit, tényleg? Nagyon klassz volt. Hát elfogadnám mindenképpen. Nagyon kényelmes, gyönyörű. Szép autó, nagyon. Hányan vagytok a családban? Ketten. No. Pároddal, vagy valamelyik gyermekeddel, vagy pároddal? Hát párom. Pároddal. De van családtag, úgyhogy mindenki elfér abba az autóba. És beültél. Kutya is, macska is, persze. Kicsit elképzelted, kicsit brummogtál hozzá, megszimatoltad. És én 5 óra múlva, hogy zárt a kereskedés, kiszedtek a kocsiból. Kitettek a kereskedésből. Jó. Hát sajnos ki. Éva, akkor szugerálj, koncentrálj, szoktam volt mondani, hogy minden fejben dől el ez is. Ha te tudsz a leginkább teremteni, akkor tiéd lesz az autó pénteken, úgyhogy dolgozz ezen. Jó, mondjuk a részleteket, pénteken Budapesten kell lenned 6 órára. Igen, és hol? Mondunk mindent majd, még visszahívnak a kollégák. Ja, jó, rendben. Minden. Hát köszönöm szépen. Jó, találkozunk pénteken, hello. Rendben, szia. Még lehet menni a kereskedésekbe, ma is, holnapi szerdán is tessék regisztrálni, valakit holnap is hívunk. Csabikám, remekzeneid lesznek? Köszönöm a kérdésed, és ajánlok nektek egy Jani Csákveca dalt,
Nincsenek veszély, szerintem nagyon jön felfelé, és a következő évek szerintem legsikeresebb magyar női előadója lehet, és van egy újdonság, a Mennyit adsz a lelkemért, ez a dal címe. Az érdekessége, hogy az édesapja írta a szövegét, ugye az Izzi Laboros Janicsák István, és ha már itt tartunk, akkor említsük meg a zeneszerzőt is, Szűcs Norbert. Meghallgatjuk, gyerekek. Ma Székesfehérvárra az Alba Pláza elé kell menni annak, aki nem tud bemenni kereskedésbe. Ez egy gyors info még a játékkal kapcsolatosan. Igen. A naphallgatóját hívjuk már csak. Mennyi dolgunk van itt 10 előtt még, nem? Amikor az ember így lefűzne. Hello, jó reggelt kívánunk neked, szevasz. Jó reggelt, sátok. Na, te voltál az, akinek felhívtuk a rögzítőjét. Igen. És hát szellemesnek találtuk, szerettük. Ugye mondtad, hogy írtad, hogy kikapcsoltam, hívjatok, nem bánjátok meg, itt vagyok, halló, arrébb megyek, nincs térerő, igen, 4:10-kor ezt meghallgattuk. Jászai Marédias alakítás volt. Simán benyalhatom. Nem írtad alá, hogy hívnak? Tóth Zoltán vagyok. Zoli, van ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. És egy autós navigációt is, meg elveszett meglett matricát is kapsz. Ó, nagy királyság. Jó, küldjük ezeket az ajándékokat neked. Köszi! Jó, oké. Okay. Én is köszönöm szépen, további szép napot nektek. Hello, ciao, ciao. Sziasztok. Szia. Csabitól tudtok dalt kérni, 555-55-00. Ez a dal cím, ez a telefonszám. Ez az. Ahol lehet dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.